Kedves nézőink, a vendég ugyanaz, mint legutoljára. A díszletek ugyanúgy vannak feltéve, mint legutoljára. Annyi változás történt csupán. Te mondtad, Imre, ahova én beteszem a lábam, ott kirúgják a műsorvezetőt. Itt sajnos levet bennünket a Vidanet a csatornáról, levet bennünket a DigiTV, de akik megtaláltak bennünket, nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük őket, maradjanak velünk, és mai kedves vendégemmel, Posta Imrével. Imre, mióta legutoljára találkoztunk, egy pár szóval mesélj nekünk, mi történt veled, hogy alakult az életed azóta? Egy pár szóval nagyon nehéz lenne összefoglalni. De nyilván, ami most itt elhangzott, abból ugye a nézők is már aki tudott csatlakozni, de aki nem tudott csatlakozni, annak örömhírem az, hogy egyenlőre a postaimre.com még üzemel. Föltesszük majd oda is az adást, illetve ahol csak lehet elérhetővé tesszük, mert ugye alapvető célunk az, hogy minél több szemet, gondolkodó elmét nyissunk meg arra, hogy mi zajlik a világban. Nagyon sok minden zajlott, tehát most ugye elhangzott az, hogy a tévének az utolsó élő adása az az volt, amikor én ültem itt ebben a székben, és ez úgy néz ki, hogy kivágta a biztosítékot itt is. De hát ha ilyen proféciák bejönnek ezzel kapcsolatban, akkor nézők elképzelhetik, hogy a többi profécia, amit viszont megelőlegeztem, az nagyjából megint csak ilyen arányban szokott beteljesülni. Elképzelni nem tudom, miért baj az, ha az emberek, a lakosság, a polgárok, a kedves nézők megtudják a teljes igazságot, egyáltalán megtudják az igazságot. Mert ha ezek az adások kiverik a biztosítékot, akkor ugyan már szerinted mit néznek a kedves nézők? Nézik a Retek Klubot, a Tel Aviv 2-t, vagy a Mózes 1-et, ahogy így belső berkekben szoktuk nevezni, gyakorlatilag azokat a médiákat, ahol a hivatalosnak mondott személy, jól fizetett személyek, magas gázsér, olyan néphülyítést hajtanak végre. Természetesen meg bízás alapján, és még nem is biztos, hogy tudják, hogy amit csinálnak, az gyakorlatilag bűncselekmény. Mind abból a célból, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabban tudják a magyarokat akár a Kárpát-medencébe kiirtani, és világszinten is úgy tudják az orruknál fogva vezetni az embereket, hogy csak tényleg szavazógépek és fogyasztópolgárok legyenek. Valóban ilyen nép lehet a magyar? Vagy pedig annyira megvezették őket, tehát annyira kiégtünk, annyira belefásultunk a politikába, a vezetőinknek a hozzáállásába, a korrupcióba, hogy egyáltalán egyenes arányosság vezetett ide. Hogy... Sokat beszélhetnénk róla, hogy milyen nép is a magyar, mert ugye most egy aktív lakosságcsere program zajlik, tehát a zsidó, kazár zsidó, askenázi zsidó nevezzük akárminek, cseréli le szépen lassan a magyart. Ugye majd talán szó esik a kettős állampolgárság ilyen hirtelen való megszavazásáról, az új alkotmányról, ugye, amit egyre többen emlegetnek, már ugye Fidesz oldal arról Orbán Viktor, aki nem is Orbán, hanem Orsós, vagy Orstein, nem tudom már én sem, mert ahogy így elkezdek utána nézni a történelem könyvekbe, hogy milyen néven szerepelnek ezek a... Ezért senki nem haragudhat meg ránk. De miért is? Ha megharagszik, hát az az ő baja, tehát karmolja össze magát. Túljutottunk már azon a ponton, ahol az embernek szégyelni valója volna. Ugye beszélgettünk egy pár szóban az igazságról, meg hogy milyen nép is ez a magyar. Nagyon, nagyon fura és nagyon birka természetű nép, ugye egyre többen mondják ezt. Én azt látom, hogy egyre többen viszont magukhoz térnek, és már nem a politikától, mert ugye a politika, hogy milyen a politika, nincs Magyarországon politika, de majd erről is beszélünk. Az igazságról csak néhány mondat. Hogy miért kell a nézőknek, meg mindenkinek elmondani és megérteni, hogy mi az igazság. Az igazságtól félnek a legjobban. Az igazság az nem nemzeti kérdés, az igazság az nem faji kérdés, tehát nem bitorolhatja senki, nem sajátíthatja ki senki. Egy a probléma az igazsággal, hogyha az igazság kiderül, akkor az is kiderül, hogy gyakorlatilag folyamatosan és nagyon régóta megvezettek bennünket alapvető kérdésekbe. Kiderülhet a Bibliáról, hogy a Biblia nem az, aminek mondják, kiderülhet Vatikánról, hogy nem az, aminek mondják, és nem azok laknak ott, akik magukat annak mondják, ami kiderülhet egy-egy kormányról, hogy semmi köze nincs se a demokráciához, de még a nevük se az, aminek mondják magukat, és kiderülhet az egész világról, hogy gyakorlatilag egy illúzió. Tényleg az embernek egy ilyen sci-fi érzése van, amikor hogy jobban bele gondol és beleolvasgat azokban már kiderített történetekben, amiben most naponta a leleplező média, magát leleplező médiának előadó
hivatalos izraeli befolyás alatt álló médiák áltatják magukat, mert hozzák ugye a híreket, hogy most ez bukott le, az bukott le, ilyen politikus, ilyen gazdasági ember, ilyen állami cégnél történt újabb korrupció, ugye, hogy nem történt, ez folyamatosan történik. Igen, amit te mondsz, ugye illúzió. Ugye itt már volt az unióval kapcsolatban is voltak illúzióink, hogy mi lesz akkor, ha, és bizony-bizony nem érti az ember, ugye, hogy bizonyos nemzetállamoknak az agyament törvényeibe, például nyelvtörvény, ugye már miért nem avatkozik bele, hogyha annyira demokratának mondja magát. Ugye ott vannak az izraeliek, akiket említettél, mindenkiben világosan él a kép, amikor a legfőbb közjogi méltóságuk azt mondta, és ez publikus, és le lett írva, és bírta a nyomdafestéket, hogy kilóra megvesszük Magyarországot és Lengyelországot. Hát és ez Romániát. Ez nagyon-nagyon érdekes, de erre valószínűleg lesz még időnk, és ki is fogunk térni. Könyveket is írtál. Mi a sorsuk, hogy fognak a könyvek? És mely az utolsó, amit elkészítettél? Köszönöm a kérdést. Nyilván itt is van több nehézség, mert ahogy az LDR TV-t utolérte a sorsa, engem is utolérte az a sors, hogy gyakorlatilag a hivatalos terjesztést, mert ugye hivatalosan a könyvterjesztők terjeszthetik, tehát a boltokban nem úgy történik a dolog, hogy besétálok egy-egy könyvbóba, és azt mondom, hogy hoztam postaimra könyveket, tényfeltáró könyvek tessék eladni, terjeszteni, mert ezek a boltoknak jó része már nagy hálózatnak a kis lerakata, gyakorlatilag multinacionális cégekhez vannak bekötve, ezért a multival kell valahogy szerződni. A multikat meg, akivel én még szerződésben álltam, állok, gyakorlatilag azt veszem észre, hogy az utóbbi fél évben nagyon direkt módon megkeresték, és úgy kapkodták le nem csak a polcokról, hanem még a raktárban is szerintem eltették a legbelsőbb sorokba, hogy még aki keresi, az se találja meg azokat a könyveket. Tehát a fél év alatt majdnem, hogy lenullázták a könyveknek az elérhetőségét. Aki olvasni akar könyveket, már az én tollamból származó könyveket, annak direktbe engem kell valahogyan megkeresni, és erre egyedül jelen pillanatban, mint ilyen partizán média, a postanyre.com oldal áll rendelkezésre. Nyilván az embereknek a jó részének kisebb gondja is az most, hogy a legnagyobb bajoknak a közepette, amikor úszik a háza, vagy ha nem úszik, akkor majd fog úszni, vagy ha nem fog úszni, akkor valószínűleg munkanélkül lesz nagyon hamarosan, ha nem lesz munkanélküli, akkor sejti, hogy a pénze fog egyre kevesebbet érni. Tehát van neki aggódni valója éppen elég, viszont ezek a könyvek és azok a beszélgetések, meg azok az írások, ami fönn van a honlapomon is, nem csak az én írásaim, hanem egyre több értelmes embernek az összeszedett gondolatsora, az abban segít minden egyes embernek, és nem csak magyarnak, mert nagyon fontos lenne megtudni az izraeli zsidónak is, hogyha kitör a háború, akkor neki vége van. Annak a moszados ügynöknek, akit azért küldtek Magyarországra, hogy a betelepülésnek itt készítse elő a fészkét, fontos lenne tudni, hogy a családja, aki Izraelben van, az egy adott esetben egy atomháború, vagy bármilyen jellegű háború, ami ott kitörhet, föl lesz áldozva. Tehát az információ, az igazság megosztása mindenféle téren nagyon lényeges kérdés. Az igazságra visszatérve, csak tényleg ezt fejezzük be, azt a gondolatkört. Az igazság az, amivel nem tudnak igazán, tehát nem tudnak mit kezdeni. Az igazság az, amelynek ereje van, és az igazság az, amit hazugsággal megszüntetni nem lehet. Tehát attól még, hogy össze-vissza hazudoznak, az igazság az van. Az igazság az nem egy élő dolog, azt mi tesszük élővé, az emberek teszik élővé, itt a szívünkbe tesszük élővé. A magyar valahogy erre alkalmas nép, mindig is alkalmas nemzet volt, ennek volt az őrzője, és ezt adta tovább, ezt a tüzet, ezt a parazsat, ezt a lángot, hogy akkor is csinálja, amikor mindenki ellene van, akkor is csinálja, amikor reménytelen a dolog, és ennek van egy nagyon fontos üzenete napjainkban, mostanában kezdem megérteni, és kezdem egy kicsit hirdetni is, hogy minél rosszabb, annál jobb. Hogy legyen már minél rosszabb, mert annyira el van hülyítve ez a magyar nemzet, annyira le van butítva a médián keresztül is, a multinacionális cégeken keresztül, ugye a vásárlási szokásokon keresztül, gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy intellektuálisan, lelki értelemben szét van gyötörve, meg van gyötörve, el van tőle véve, az az alap lehetőség, hogy használja a saját fejét és gondolkozzék.
ez a, ha visszatalál erre az útra, és elkezdi maga keresni az igazságot, elkezd gondolkodni, akkor nem fog hinni a politikába, mert rájön arra, hogy minden hazugság, amit mondott neki, teljesen mindegy, hogy MSZP-ről, Fideszről van szó, vagy bárki másról, a politika erről szól. A reklámok hazugság úgy, ahogy van, rá fog jönni magától, ha hagyjuk neki, hogy gondolkodzék. Ahhoz viszont meg kell tanulni a gondolkodni. Biztos, hogy nem az ő érdekeit szolgálják ezek a reklámok, ugye, hanem annak a vállalkozóit, annak a multicégnek a... Magyarországon magyar érdeket már nem szolgál igazán semmi, amit ezekben a médiumokban vagy médiákban előadnak, ezt lehet látni, és ezért lényeges kérdés az, hogyha csak egy icipici szikrája is van egy igazságnak, vagy igazságkeresésnek, vagy igazság kimondásának, akkor azt minden áron próbálják jó sok vízzel, próbálkoznak. Hozzáteszem, hogy nem sikerült, tehát ez az üzenet lényege, hogy már nem jön össze gyerekek, tehát nemzetbiztonsági hivattal, meg az összes többi nyugodtan lehet vakarózni, mert ők vannak bajban. Most ott tart már. Hát lassan mindenki bajban van, mi is bajban vagyunk. Imre, kezdjük talán egy aktuális témával. 90 éve, Trianon. Ugye szép hosszú ideig gyakorlatilag kimondani se lehetett, aki beszélt Trianonról, vagy foglalkozott vele, azt mindenféle nacionalistának, nemzetellenesnek, tehát semmiféle kívánalomnak nem felelt meg az az illető. Most ez 90 éve történt, de hát gyakorlatilag mi is volt akkoriban? Mi volt a magyar érdek, ugye? A magyarok mindig egy befogadó nemzet volt. Ugye erre rá is fáztunk, ez volt Trianonnak az egyik nagy-nagy előzménye. Ugye akiket befogadtunk, azokat uszították a Habsburgok, ugye mi hiába adtuk meg nekik a maximális szabadságjogokat, hiába élhettek jól, ugye a magyarság létszáma csökkent, mi gyakorlatilag a hátunk közepébe kívántuk akkor ezt a háborút, de hát ugye az Antantnak az érdeke az volt, hogy a központi hatalmakat, ugye, azért úgy valahol földarabolja, szintén valami piacszerzés, és nem tetszett nekik ugye egy erős központi hatalom. Tisza István, ugye ő volt gyakorlatilag az egyetlen akkor az államfők közül, aki nem is akart beszállni gyakorlatilag ebbe a háborúba, ezért meg is gyilkolták őt. És ami ugye utána jött ez a 4 évig tartó háború. Így gyakorlatilag nem volt különösebben győztes, nem volt vesztes, fogta magát mindenki, összecsomagolta a uzsonnáját, hazament, hódfáradtan azért nagy-nagy vérveszteségekkel, de nem volt olyan utolsó ütközet. És ugye ami pontot tett az íre, ez a Wilson, ugye amikor az amerikaiak bekapcsolódtak ebbe a történetben, de nem hadsereggel, hanem mindazzal a 14 ponttal, ahol a nemzetek önrendelkezésétől kezdve minden számított. Ugye ezt Wilson maga is utána a szemetes kosárba dobta, mert látta és érezte azt, hogy ez mennyire nem realizálódott, mennyire nem tudott megvalósulni. És akkor ugye itt jön ugye a mi Trianonunk, a franciák szerepe, az angolok szerepe, az oroszok szerepe, a csehek szerepe, a szerbeké, a románoké. És itt őrült problémák voltak, ugye, mert Magyarországnak ugye akkor nagyon komoly hadserege volt, aki a kis Antantot félkézzel is megállította volna a határon, akkor ha nem szerelik le a magyar honvédséget, nem küldik haza őket, ugye akkor utána nem csak a Stromfeldéknak a rongyos hadserege aratt északon és nyugaton bizonyos győzelmeket, ami még jobban kiverte náluk a biztosítékot. Mi is volt ez, Imre, akkor? Hogy érzette ezt a Trianont? Röviden összefoglalnám, mert ugye napestig beszélhetnénk róla, és nem vagyok Vona Gábor, tehát nem vagyok történész, hogy annyira utánaássak a kérdésnek. Azért sem szeretnék nagyon akkori történelembe belemenni, mert amiket én azóta olvastam, bizonyítékokat, történelmi bizonyítékok, azok arra mutatnak, hogy magát az első világháborút kiváltó okok, olyan okokra, olyan bankárkaszt. És ott is ott volt. Megint ugye az összeesküvés elméleteket, ami majd lassan már gyakorlatok, vagy gyakorlat lesz, arra tudnék hivatkozni,
hogy föltáró tanulmányok arra utalnak, hogy az egész világháborús hercehurcát területszerzés gyanánt, ugye a világ újrafelosztása gyanánt, és egy Izrael nevezetű állam létrehozásáért indítottak meg, már sokkal korábban, tehát amikor Herzli Vadar létrehozta, illetve megálmodta kis segítséggel a cionizmus elméletét, ugye kellett még egy cirka 20 év, hogy ebből az elméletből egyfajta gyakorlat legyen, és a cionista összeesküvő zsidókörök, bankárkörök itt jönnek be, ugye Rothschild, Rockefeller és ugye az akkori nagymenők, Warburgék is, utána az összes többi Fordék, akik aztán finanszírozták a háborúkat végig, a második világháborút, ami gyakorlatilag nem is volt, mert az elsőnek lett a folytatása. Ezt bújtékolni lehetett már. Tehát valójában egy nagy háború volt idáig, és ez a második világháború se záródott le, mert az a háború még most folytatódik, és most zakatolunk, és ez rossz hír a nézőknek, de hát jó hír nekünk, mert valahol ugye ez meg van írva, hogy valahol végezni kell, de a harmadik világháború az küszöbön áll, majd talán beszélünk erről is, hogy nincsen lezárva a dolog. Trianon először is az én szempontomból, tehát én egy ilyen globálisan szeretném megközelíteni, hogy mit keres most a Trianon az asztalon. Mert hogy eddig, ha valaki ezt, ahogy megemlítetted, ez tényleg így igaz, a szájára vette, rögtön revizionista, nacionalista, náci, fasiszta, meg nem, minden kígyót békát kiabáltak rá, hogy mered a szádra venni, és ugye végig kampányolta ezt a 4 évét a Fidesz a Trianonnal, meg masírozott ugye Árpád sávos zászlók alatt, így van, te is így tudod? Mert én nem így emlékszem rá, tehát igen, a Jobbik állított kettős keresztet, igen, a nemzeti oldal az oda tette magát, és azt mondja, igen, Veszent Trianon, és tehát jöttek a kitűzős dolog, és szépen föl lett vezetve a téma, és a Fidesz így fogta magát, és kvázi a nagy semmiből, most kiragadva, előre előhozta a Trianont, de még mielőtt előhozta volna, ugye csinált egy nemzetközi kalamajkát, mégpedig ugye a Magyarország az egyetlen olyan ország, amit saját szomszédai, illetve saját országa nemzete vesz körül. Szlovákiával csinált egy elég erős műbalhét, éppen a cigánygyilkosságok leleplezése napján, vagy a cigánygyilkosságok tetteseinek, vagy álltesteseinek, az elkövetőinek a elfogása napján, hogy ugye nem engedték be Sólyom Lászlót, akinek van azért némi köze, úgy tudom, Trianonhoz, tehát egyre több és magasabb kör hallom megerősítve, hogy Sólyom László, úgy tudom, Kun Béla unokája. És most nagyon érdekes dolog, mert mint alkotmánybíró, meg legfelsőbb közjogi méltóság, most az ő szájára véve, és ő írja alá, és teszi föl a nagy pöcsétet, éppen a nemzeti összefogás, és a nemzeti megbékélés, és a nemzeti gyásznapnak a nem is tudom, a közös nyilatkozatára, ez egy kicsit perverz már. Tehát megcsinálják Kun Béláék azt, amit annak idején 133 nap alatt megcsináltak. Kun Béla is az összes többi zsidó, tehát akinek a nevét föl lehet sorolni, nincs mit szépíteni ezen. Ez majdnem mind zsidó volt, én úgy tudom, hogy egyetlen egy kivétel volt közülük, de már az se biztos. Tehát az se biztos. Ezt a történelemben bizonyította, igazolta. Megcsinálják az első világháborút, aminek a vége bárki is győz, bárki is veszít, mint ahogy mondtad, nem volt győztes, de volt győztese. A győztes pedig Magyarországot akarta fölaprózni, mert tudta, hogy Magyarország egészben, az akkori nagy Magyarország egészben nem emészthető. Tehát kisebb országok, kisebb országrészeket kellett belőle lecsípni. Tehát erősek voltunk, nagyok voltunk, a gazdaság is működött, ugye ott voltak, nagy hatalom voltunk, gyakorlatilag ugye Magyarország az a geostratégiai, geopolitikai egység, ami gyakorlatilag senki másra nem kell, hogy utalja magát, se a természeti kincsébe, se mezőgazdaságilag, és egyáltalán. És volt itt azért egy nagyjából kiegyensúlyozott békesség, még a Habsburg kazár vonatkozást félretéve is, tehát nem volt itt nagy ellentét, nacionalista ellentét, csak amikor direkt szítottak egy ilyet, hogy utána mondhassák azt, hogy a magyarok azok már milyen kirekesztők. De ezt ugye most találták ki, mostanában lettünk ilyen kirekesztők, eddig nem. Azért vették elő a Trianon témakörét ilyen nagy sebben lobbal, éppen a választások kapcsán, illetve nem is kapcsán, utána, hogy rögtön már én most Szigetszentmiklós útjára jöttem, le volt zárva az egyik út, azért, mert a templom mellett, ha jól láttam a héten, nagyon gyorsan összehoztak egy Trianon emlékművet. Szélsebesen összehoztak.
a gyerekeken vakaróztam. Mi lehet ennek az oka, ennek a nagy trianonista, hogy most akkor revízió lesz? És akkor értettem meg én is pontosan azt az összeesküvés elméletet, amiről már beszélek jó ideje, hogy ugye a zsidók megálmodták Magyarország területét, a Nagy Magyarország területét is többek között, hogy ők majd egyszer ide megcsinálják a Kánaánt. Nem Izraelre gondoltak annak idején, csak úgy átmenetileg Izrael jött be nekik, azt tudták megcsinálni, hogy a II. Világháború azért kellett, hogy a Palesztinát elfoglalják. Szóba jött még Madagaszkár, de azt valahogy nem preferálták végül is. Most jött el az ideje, most értették meg, ugye említettük már Simon Perez. És az államfői elszólás, ugye, hát igen. Nem véletlen művelhetett, biztos, hogy nem úgy kelt fel, hogy éjszaka álmodta, hanem nem szólják el, hanem jelezte. Előzetes stratégia. Igen, ugye, jelezte magát. Azért vették elő Trianon témakörét, és most már nem rasszista és náci, aki Trianon. És ott is ott voltak a szabadkőművesek és a zsidók. Hát a kettő majdnem, hogy egy és ugyanaz, mert akit maguk mellé tudnak állítani még, és aki még nem zsidó, azt arra használják, hogy elintézze az ő érdekeiket, amint pedig már elintézte az érdekeiket, onnantól lapátra teszik. És nagyon érdekes volt, ugye, mert ott is úgy kezdődött, hogy utána kitört belőlük az a nagyon nagy békeszeretet, amikor leszerelték az egész magyar honvédséget. Mindenkit hazaküldtek, ugye, és utána jöttek be, mindenki akarta a területünkből, tehát az anyatestbe vájkálni, minél nagyobb szeretet kiszakítani. Hát nem véletlenül jöttek be ugye a tótok északról, a románok, hát egész Budapestig jöttek a felvidékről. Ugye hát így azért könnyű volt, és utána azokat demonstrálták ugye gyakorlatilag a trianoni békeszerződést, állítólagos békeszerződésnél, ahol éppen ők tartózkodtak. Azért mondják békediktátumnak, ez nem diktátum. Szerződésnek, és az volt az érdekes, hogy korabeli bizonyítékok, adatok alapján egyik napról a másikra változott meg a tárgyaló feleknek is a hozzáállása, tehát ők abban maradtak először még, hogy nem ezek a határok lesznek, ami most trianoni határ, hanem az egy nagyjából... Tehát revízióra sor kerülhet nagyjából tartható békeszerződés születik, de valószínű valamelyik Rothschild, akkori Rothschild nagymenő meg tudta őket győzni nagyon gyorsan, hogy ez a verzió nem lesz jó, és előadta azt a verziót, amelynek a vége aztán... És milyen érdekes az összefüggés, ha egy kicsit belegondolunk. Ugye úgy meghúzták a határokat, a vonalakat, hogy Magyarországnak nincs védhető határa. És honvédség sincs. Már megint. És most van honvédség? De azért mondom, mert ugyanabban a helyzetben vagyunk. Tehát a történelem ismétli önmagát? A történelem nem ismétli magát, hanem az emberek, akik a történelmet írják. Ugye azok az emberek, akikre mi azt mondjuk, hogy hát igen, összeesküvő, vők valamikor, csak azt felejtik el mindig a hétköznapi emberkék, nézők, hallgatók, mint magam is olvasó, gyakran elfeledkezünk róla, hogy ezek az emberek, akik írják a történelmet, hatalmas nagy mértékben gondolkoznak. Ezek 10-20-30 év, ez meg se kottyan, tehát 100 évre, 300 évre előre megmeri tippelni, jósolni, megvan hozzáteszem az anyagi fedezet, az anyagi a jólét, onnan én is könnyen tippelgetnék, államokat. Meg szerintem a kedves televíziónézők is tippelhetnének, hogyha az ő életükből nem satíroznának ki 20 évet, mert ezt gyakorlatilag senki nem fogja nekünk visszaadni. Ugye, és aki becsületesen végig gürcöli az egész életét, és megpróbál megfelelni, és egy normális életvitelt biztosítani a családjának, hát most mit fogunk mi átadni az unokáinknak? Hétköznapi ember el van foglalva azzal, amit mondtál, tehát gürcöl, dolgozik, le van kötve az ereje, ha odadobnak elép egy Mónika sót, akkor örül neki, hogy legalább látja, hogy más is úgy kilódik, mint ő, sőt, még hülyébb, mint ő, tehát ennek örülünk, ugye nevetünk a máskárán, és közben nem is tudjuk, hogy a mi saját történelmünket, a mi saját végzetünket azzal írjuk alá, hogy nem látunk az ok és az okozat mögé, mögöttes tartalom mögé, pedig most már itt lenne az ideje, ugyanis erre megvannak a megfelelő eszközök, lehetőségek, információk, és mégis nagyon sokan azt hiszik, hogy Magyarországon vagy a világban a politika úgy működik, hogy van néhány ilyen született zseni, aki oda megy, megválasztatja magát általunk, közünk nincs hozzá, teszem. Tehát el lehet menni, most se volt választás, szavazás volt,
volt. Bármelyiket választod, úgyis pórul jársz. Tehát én azt is mondtam, hogy gyerekek, teljesen mindegy, hogy kire teszed. Ha el akarsz menni, mert azt gondolod, hogy neked még ott szabad lehet, teljesen mindegy, hogy kire teszed az X-et, mert ha te nem teszed, akkor ráteszi más. Ha nem teszi rá senki, akkor azt mondják, hogy érvénytelen szavazat volt, vagy ugye nem mentél el. Gyakorlatilag, ha 10-en mennek el szavazni, és mindenki a Gyurcsány Ferencre vagy az Orbán Viktorra szavaz, akkor is érvényessé teszik a szavazást. Ezt megcsinálták annak idején a NATO-tagsággal kapcsolatban is. Aztán teljesen mindegy, hogy a NATO-tagság az szavazás az érvénytelen volt annak idején, kettős állampolgárságról szóló szavazás, ami még akkor más lett volna, mint most. Mert most ugye a Trianonnal együtt a kettős állampolgárság is nagyon hirtelen bejött a választás után, és az emberek nem értik, hogy miért, már aki gondolkodik. Pedig ennek is megvan az oka, mert ugye arról beszélünk, hogy a zsidók kinézték maguknak ezt az országot, ezt a területet nézték ki, és amikor megvolt a kettős állampolgárságról szóló szavazás, nem is értem, hogy miért volt ez annyira fontos, de annak tudatában, hogy Izraelben háború akar kitörni, mert az izraeliek mindenképp háborúzni akarnak, és Izraelből nagyon sok zsidónak el kellene még települni, át kellene települni akár Magyarországra is. Tehát gyakorlatilag kinőtték azt a területet, ahol vannak. Én azt mondanám, hogy elhasználták, nem kinőtték, mert folyamatosan, ugye ezzel letetik a jó népet, hogy Cisjordániában építik a lakótelepeket, és ugye ez a dajka mese, mert hogy annyi lakás kell, hogy ott a betelepülő zsidók, ugye megy a cionizmus, hogy még mindig gyertek Izraelbe. De milyen náció egyáltalán, hogy megtámadják a segélykonvojokat? Ez egy külön történet, ha tényleg egy külön műsoridőt kitöltene, hogyha azt beszélnénk meg, hogy a zsidó az hányfajta, és valójában zsidó-e a zsidó. Most úgy néz ki, hogy a valódi zsidókat gyűjtik be Izraelbe, és azok a kazár askenázi zsidók, akik viszont nem zsidók, csak fölvették annak idején ezt a vallást, vagy ezt a világszemléletet, és ezt mondják, ugye mások úgy mondják, hogy ez már a sátánizmus, amit művelnek, gyakorlatilag semmi köze, még Jahvéhoz sincsen semmi köze, tehát a vallás szerinti istenükhöz sincsen köze. Gyakorlatilag ezek akarják beterelni Izraelbe azokat a igazi zsidókat, vagy akiknek még hitélete is van, és rájuk akarják dönteni az országot, mert Izrael nem tartható. Tehát ezt már nem csak a titkosnak mondott CIA jelentések állítják, hanem az is bizonyítja, hogy egyre többet beszélnek most az utóbbi időben a palesztin állam megszületéséről, nem 10-20 év múlva, hanem azt mondják, hogy jövőre palesztin állam, önálló állam megszületik. Nem tudják tartani a zsidók az országot. Amerika úgy néz ki, hogy sorol ki mögülük, nem kicsit, hanem nagyon, bár Amerika is megosztott, mert úgy néz ki, hogy még ott is sokan vannak. Nem csak a sokaság miatt, mert ott meg nem is kell zsidónak lenni, annyira behűítették az embereket, mint hogy Magyarországon a hídgyűlisek, meg a Jehova tanúi, meg a különböző szekták a zsidókat éltetik, ahelyett, hogy a magyarok istenét, ami nem a zsidók istene, éltetnék, mert nem is tudják, hogy van. Nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy az ember teljesen félre legyen vezetve, elég ahhoz jó szándékú, jó hiszem, Magyarország ilyen, tehát amikor azt mondják, hogy birkák vagyunk, akkor azért van, mert nem tudjuk föltételezni, hogy a másiknak rossz szándéka van, rossz gondolata van, rossz célja van azzal, hogy bennünket bealtat, és azt mondja, hogy ezt a szeretet jegyében teszi, és ő közben a szeretet jegyében fegyvereket hoz Magyarországra, ugye telepíti ki a gazdag zsidókat, mert csak a gazdagokról van megint szó, mint hogy a második világháborúban is, ugye a gazdag zsidókról van szó, telepíti át Magyarországra, telepítené be Nyugat-Európában, még egy-két befogadó állam van, Svájc és Dél-Amerikában is. Nem véletlen az, hogy most bár a magyar hazudott zsidó médiában nem beszélnek róla, nem mutogatják, de Argentína és Brazília elég erős szövetséget kötött Törökországgal és az oroszokkal is. Lehet, hogy előkészül ott valami, amiről mi még korai lenne beszélni, de ugye a harmadik világháború, hogyha már egy kicsúszott a számon, mint egyfajta prognózis, ami nem tőlem származik, hanem beszélnek erről. És ha már ugye a Bibliáról is volt szó, akkor a Jelenések könyvében is ott van, hogy valahogy a végén lesz egy nagy zúzás,
amelynek a következtében ugye Izraelnek az összeterelt népe az oda fog veszni. Na most ez az Izraelnek a felszámolása kapcsán történik Magyarországon. Az a fajta trianoni megemlékezés, Nagy Magyarország emlegetése, egyre többet emlegetik ugye a történelmi Magyarország területét, amint a kettős állampolgárságról szóló szavazás megvolt, ami az mindenki tapsolt, kivéve Gyurcsány Ferencet, mert ő meg még talán két-három Mazsihisz ember. Mazsihisz mit szólt hozzá? Ki? Mazsihisz. Ja, ez igen, a Mazsihisz leadta, Feldmayer leadta a véleményét rögtön, szerintem már előtte való nap megvolt, még a szavazás előtt megvolt a közlemény, hogy üdvözli, mert ugye nem tudja pontosan a számukat, de több százezerre tehető azoknak a magyar leszármazottaknak a száma, akik innen származnak el, és közük van, és Európa szerte, bár igaz, hogy Izraelben vannak a legtöbben, és ugye örömmel fogadják, hogy Magyarország állampolgárai lehetnek, bár valószínű, ugye ezt nem írta a közlemény, magyarul már régen nem beszélnek, tehát nem tudnak, viszont egy biztos, ház várja már itt őket, és ne csüggedjen. Ez a bárlistások tömkerege? Hát az legalább most 300 ezer olyan emberről beszélünk, olyan családról beszélünk, aki a házát azt most így egy pillanat alatt, ha be tudná vasalni a bank, akkor így elveszíteni. Ez 300 ezer családról beszélünk most. Az első körben, második körben majd 1 millióról beszélünk, amelyet most az újabb szigorításokkal, illetve csődhelyzettel, mert ugye ma már csődhelyzetet emlegetnek, Szijjártó is, Kósa is. Ugrott is a forint Kósa rendesen. De Varga Misi is elmondta ezt rendesen ott belső körökben. Hát, Kósával indult ugye a történet. De nem Kósa, már... Vargával indult, csak a média Kósát hozta le. Tehát ezek is ugye olyan játékok, mert ugye Varga már... Ki legyen az, aki... Varga összehívta a helytartókat, a helyi helytartókat, akik Magyarországon ugye szóval rendelkeznek, és valószínű héber származásúak. Azért ne legyen illúziója senkinek, az építőiparnak 90%-a izraeli, úgynevezett izraeli befektetők kezében van, és gyakorlatilag a magyar ipar teljes mértékben föl lett számolva, ahogy a mezőgazdaság is, amit még nem számoltak föl, azt most az időjárás majd helyre rakja ezt a kérdést. Igen, ezt is helyre rakja. Nyilvánvaló készítik elő a fészket ugye a betelepülőknek, és azért mondta a Feldmayer, hogy aki egyébként úgy lett a Mazsihisz elnöke, hogy nem beszéli a nyelvet, tehát ő csak magyarul beszél, de minek? Mert ha nem beszélne, hanem hallgatott volna, akkor bölcs maradott volna, mert így, nem is tudom, viccből a múltkor, mintha olvastam volna, lehet, hogy valaki igazából meg is tette, hogy följelentette a holokauszt tagadásért, mert itt már ugye 600 ezer zsidó elégetéséről, elgázosításáról, megsemmisítéséről, megöléséről, nem tudom, miről szólt a történet, és ő meg ugye nyíltan bevallott, hogy hát azok, ugye több százezer, aki ki lett telepítve, azok most jönnének vissza, illetve azoknak majd a leszáll ide direkt megnevezte ugye több százezerről, akik valószínűleg túlélték azt a holokausztot, amiért nekünk még mindig fizetni kell a nem tudom, hogy mennyi, de tetemes összeget. Tehát nagyon, nagyon összetett ez a téma, ugye a Trianontól, hogy elindultunk, hogy miért kell nekünk Trianont ünnepelni. Egy a válasz erre, a Fidesznek megvan a fölhatalmazása, ezt megint nem tudja a kedves néző, de most ugye első útja Lengyelországba vezetett, aztán ment Barózóhoz, viszont a nulladik útja, ami a hivatalos útját megelőző, az Tel Avivba vezetett rögtön a választásokat követően. Tehát legjobb tudomásom szerint egy 2 óra múlva, ahogy meglett az eredmény, már egy gépen ült és ment Tel Avivba, ott másfél-két napot töltött el. Megkapta a kis parancsát, ugyanúgy, ahogy annak idején Obama megkapta, ahogy annak idején megkapta a pápa, ahogy annak idején megkapta a Bajnai, ő is megkapta a parancsát. Szegény nézők most biztos, hogy kapkodják a fejük. Ez nem baj, mert nem baj, hogyha fölfogják csak azt, és én mindig ezt szokták mondani, hogy hát ha csak a fele igaz. Na most ennek nem a fele igaz, ennek szóról szóra mindegyiknek bizonyítható tényekkel alátámasztható adata van, és ez még csak a kezdete annak, ami jön, mert azok a dolgok, amikről én is napi szinten írok, próbálom összefoglalni őket, meg azok a dolgok, amiket a könyveimben is annak idején megemlítettem, azok most válnak realitássá. Trianon. Még mindig. Tehát van, aki megemlékezik, van, akik ünnepelnek. Szlótáék. Gyakorlatilag. Ugye
dalolva masíroznak azért, hogy igenis, vissza, megkapták, ővék lett, és publikálják is, hogy gyakorlatilag mi vár azokra a magyar állampolgárokra, akik kettős állampolgárságot akarnak fölvenni. Tehát kirúgják őket a hivatalokból, és akár el is hagyhatják Szlovákiát, ellehetetlenítik őket. Tehát ezen a területen vajon mi a helyzet? Még azt is hozzátenném, ugye, hogy Szlovákiába az ott lévő magyar lakosság másodhegedűs szerepet tölt be, ugye, mert nem államalkotó népnek veszi be őket a szlovák alkotmány. Hát ez is azért egy agyrém és borzasztó. Azon kívül ugye a Benes dekrétumokról nem is beszélünk. Innen a tiéd a szó. Rövid leszek szokásomhoz hívem. Félnek. Ugye félnek, kaptak egy országot, ami nem az övék, tehát attól, hogy a területen ott lehetnek most, attól még nem lesz ország, attól, hogy most valaki egy illegitim döntéssel, vagy egy ilyen meg háttérben született, ezt paktumoknak nevezik, ugye, ami nem nyilvános, alkú következményeképpen kaptak egy lehetőséget, attól még ez nem lett az a lehetőség. Hozzáteszem, hogy ezt lehet legitimé tenni, tehát lehet legalizálni ezt a dolgot. Attól félnek szlottáik az én meglátásom szerint, hogy ha itt a zsidó betelepülés megvalósítja azt a fajta nemzeti többséget és azt a fajta lakosságcsere programot, amelyet mi magyarok nem is tudhattunk, hogy jön itt a zsidó, és a zsidó magyarnak mondja magát magyar nevek alatt, magyarul beszél, vagy gagyog, vagy ugye a médiában, hogyha megnézi az ember, kapcsolja be a Mózes egy magyar egyet, bekapcsolja, a 10 szereplőből 9 zsidót lát. Ne tűnjön, tehát ne, elsőre ne mondja azt, hogy ez mind magyar, majd figyelje meg a tipikus jeleket, figyelje meg a neveiket, hogy hívják, figyelje meg a szemecsillogását, figyelje meg a szeretet megnyilvánulásait. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezt szlottáik is tudják, ugyanúgy, ahogy Simon Perez elmondta, hogy fölvásárolja Magyarországot. A felvidék fele legalább már zsidó kezekben van, tehát a zsidó vállalkozók ugye túlnyúlnak a határon, mert a multinacionális cégeknek nincsen határ. És ők ezeket a magyarokkal azonosíthatják? Vagy pedig ők nem mondják ki azt, hogy... Ne tételezzük föl, hogy a szlotta szintje, mert ez a hétköznapi tévénéző meg rádióhallgatónak a szintje, hogy ő azt gondolja, hogy valaki azért, mert az ő nyelvét beszéli, a szíve is az. Úgy dobok. Na most nyilván szlottáiknak megvan az a titkos szolgálati hátterük, ami a hétköznapi embernek nincs. Tehát ők tudják, egészen pontosan tudják, hogy mi a zsidó szándéka. És nem csak azért, mert olvassák a postaimre.com-ot, de ajánlom nekik, hogy olvassák, mert ez mindenkit érint, ez nem csak őket érinti, ez ugyanúgy érinti a lengyeleket, mert úgy néz ki, hogy nagyobb lett az étvágya a betelepülőknek, ugyanis Lengyelországra is rá akarták tenni, sőt, Ukrajnára is rá akarták tenni a kezüket. A románok érdekes kérdés, mert ők hallgatnak nagyon még Trianon kérdésében, pedig elvileg a revízió kapcsán ők veszíthetnék idézőjelben a legnagyobbat, illetve nem veszítenék, mert hogy nem is az övék Erdély ország, hogyha úgy vesszük a régi történelmi Magyarország területét, ők is csak megkapták ezt a területet. És mégis nagyon-nagyon csendben vannak. Tehát azt a titkosszolgálatokon keresztül pontosan tudhatják ezek a nemzeti vezetők és ezek a nemzeti nacionalista vezetők, hogy ők elvesztek egy pillanat alatt. Tehát abban a minutumban, amint megvan a közel-keleti háborús akció, és sutyomba be tud települni még vagy 2,5 millió zsidó az országba, most a nem hivatalos statisztikák szerint egyébként 1,5 millió van bent az országban, ma zsíj 100 000-et ismer el a legutóbbi adatok szerint, amit mertek publikálni. Nem csodálkozhatunk, ugye még Trianon, amikor Esterházy ugye humánus volt, és mivel befogadó nemzet Magyarország, akkor is az volt, ugye, hát egy pillanat alatt 800 000 főre emelkedett a zsidó lakosságnak a létszáma, már komoly követelések. Meg lehet nyugodni, hogy az izraelinek már itt van lakcíme, van lakcímkártyája,
lehet, hogy magyarul nem beszél, de a kettős állampolgárság az eleve, mert a születési helyét, dátumát, az valószínűleg a belügyminisztériumban ugyanaz a zsidó államtitkár vagy zsidó miniszter fogja majd lepecsételni, aki intézte annak idején Joab Blumnak a papírjait, aki ugye itt a telekvásárlás kapcsán, a sukorói telekügylet kapcsán került képbe, aki a magyar bíróság, itt tegyük idézőjebe a magyar bíróságot, jó, tehát itt az egész közigazgatásnak a fejét és a vezérkarát, amit már időközben sikerült lecserélni, és mindegyik izraeli barát azt merte nyilatkozni, illetve nem is mert nyilatkozni, mert magyarul nem szólalt meg, hanem tolmács kellett hozzá, és magyar állampolgárról van szó, mert a magyar állami nyomda nyomtatja azokat a passzusokat, igazolványokat, amivel tudja magát igazolni. Tehát visszatérve ez a Jan Slota kérdésre, bizonyos értelemben a Slotáiknak nagyon-nagyon igaza van, mert nem a magyartól fél, hozzáteszem. Tehát egy kicsit utána olvas a történelembe, történelem könyvekbe, már nem a övébe, hanem az igazi, vagyis nem azt, amit a zsidó írt a magyarról, hanem a tényleg az ősi történelem könyvekbe. Ott nem volt félnivalója senkinek, egyetlen nációnak nem volt félnivalója. Most van félnivalója, mert mindenki a világban, a világ vezetői tudják, hogy amikor a magyar kormánnyal beszélnek, akkor nem a magyar kormánnyal beszélnek. Nincs magyar kormány. Sem az előző bajnai, sem a mostani Orbán kormánynak semmi köze nincs a magyarokhoz, se a magyar érdekekhez. Egy az, hogy 90%-uk zsidó, ez úgy élből jön. Az, hogy a Tel Avivból kapják direktbe a parancsot, vagy éppen Brüsszelből, mikor honnan, vagy New Yorkból, ez egy megint egy külön történet, ezt nyilván én pontosan nem tudom, egy biztos, hogy a döntéseik megalapozottságának nincsen semmiféle magyar nemzeti retorikája és magyar nemzeti logikája, és az, hogy itt tartunk jelen pillanatban, le vagyunk gatyásodva. Sőt, már még gatyánk se lesz lassan, tehát őszre, ha már így... csődről beszélnek, hát, úgyhogy már nem csodálkozhatunk. Ha ők is csődről beszélnek, ugye ez szép dolog, de közben ugye félig az ország is vízben áll, és arról regélnek egyre jobban, hogy ahogy elszabadult az üzemanyagár, és mi vagyunk az elsők, tehát az inflációban, az üzemanyagárban, a munkanélküliségben, a nem is tudom, a GDP hiány, nem tudom, hogy tudja a kedves néző, hogy az ország van megtermelt anyagi javaknak 95%-át kiviszik az országból, 5%-ból élünk most, ez az 5%, 5%. És ezt le akarják csökkenteni 0,5%-ra, tehát a nagy, gigászi, nagy terv az, hogy Magyarországot, tehát mi most jól élünk, Magyarországot éppen, hogy csak az üzemeltethetőség szintjére víve, a közigazgatást is csak azon a szinten, hogy éppen egymásra nem mehessünk neki, mert a rendőr majd esetleg valamilyen szinten közénk áll, ezen a szinten tartani, mert akkor, ugye ha le vagyunk gyöngítve teljes mértékben, akkor egy katonai irányultságú betelepülést tudnak eszközölni, ugyanis ne feledjük el, 2,5 millió, a tervek szerint 2,5 millió zsidónak kell még elfoglalni ezt a régiót. Ettől fél Slota, mert ha 2,5 millió zsidó még ide jön, és közben ugye ez a lakosságcsere program, magyar írtás, cigány program, ugye cigány szaporító program, amiről most már cigányok is egyre inkább nyilvánvalóvá vált számukra, hogy ki vannak használva, ez beindul, akkor gyakorlatilag Slotáék elvesztek közgazdaságilag, gazdaságilag, területileg, veszi meg őket a gazdag gyémán zsidó. Számomra azért nem érthető, ugye, mert hát 1000 éve itt a Kárpát-medencében jóba rosszba együtt, egymás mellett. Hány ezer éve? Mondom, miért nincs esetleges föderáció, miért nincs olyan jellegű párbeszéd, amivel ugye a kiutat meg az előre vívő utat megtalálnánk? Mondtam, hogy párbeszéd azért nem lehet, mert nem állnak velük szóba. Tehát normális ember, normális nemzetvezető úgy söpri le Orbánékat, mint ahogy Bajnaiékat vagy Gyurcsányékat lesöpörte. Annak idején, amikor Trianon előtt még kiment egy delegáció egyezkedni magyar részről a franciákhoz, akkor francia, tényleg tökös tábornok, nem tudom a nevét már, megjegyezte, hogy hát uraim, hát idáig süllyedtek önök, mint zsidók. Ugye a magyar kormányra, a magyarok nevében jöttek tárgyalni, egy se volt magyar közötte. Most ugyanott tartunk gyakorlatilag, majdnem száz év távlatából. Hát a problémának ez a lényege, hogy nincs magyar kormány, nincs magyar nemzeti kormány. Ha nincs magyar nemzeti kormány, akkor nincs magyar nemzet se jelen pillanatban, amit képviselni tudna, mert nem a magyar nemzetet képviseli. Az első döntéseik, most ezek a kapkodó döntéseik, ezek még tűzoltásra se jók, mert tüzet akarnak. Ugye a probléma lényege az, hogyha Magyarországon és a régió
régióban. Értjük ez alatt mondjuk a románokkal való kapcsolatunkat, és az összes többi nációval, ha kiegyensúlyozott lenne, a kiegyensúlyozottság az nem kedvez a zavarosban való halászáshoz, még a végén valaki közbeszólhatna a gyerekek itt valami, finoman férfiasan, hogy mondjam, nem, majd kitesszük a 18-as karikát, hogy, figyeljetek. Hát, hogy töke van a mennyasszonynak. Hogy ez nem az, aminek látszik. Tehát ők nem a magyarokkal tárgyalnak, nem a magyar gazdaságról tárgyalnak, és teljesen mindegy, hogy miben egyeznek meg, mert hogy az úgysem az lesz. Mert ha ők igazán arról akarnak, vagy azzal akarnak beszélni, akivel üzletet tudnak kötni, akkor Orbánnak félre kellene állni, és azt mondanák, hogy jó, akkor Netanyahuval beszélünk, mert Orbán úgyis Netanyahuéktól kapja a parancsot. De hogy ez mennyire így van, hogy jegyezzem meg, hogy azt hiszem, hogy legutóbb beszéltünk arról, legutóbbi adásban még, hogy január közepén létrehoztam egy ilyen formációt, Magyarok Felelős Nemzeti Kormányát, ahol ilyen fölébredt magyarok vannak, és azon gondolkodunk, hogy egy ilyen megdőlt helyzetben, ahol a jelenleg demokratikusnak, és ezt utána felejtsük is, most is kimondtam elfelejteni, demokratikusnak hazudott kormányok már becsődölnek, most már ugye kormánycsődről is beszélünk, tehát a csőd az nem csak azt jelenti, hogy az ország csődje, amivel riogatnak, és nem csak a szíjártóik, hanem már külföldi elemzők, amerikai elemzők is emlegetik, hanem arról beszélünk, hogy a Fidesz kormány becsődöl, mert ugye nem ezt ígérte, semmit nem ígért, de azt nehéz is betartani, ha nem ugye ígér. Most józan paraszti észszer ugye azért hozakodhatnak elő a csőd helyzettel, vagy a csőd közeli állapottal, hogy ugyan már mennyi problémát, gondot kell itt megoldani a közeljövőben, hogy a választási ígéreteiket ugye ne kelljen most betartani, hanem egy kicsit húzzuk az időt, erősödjünk, és majd két év múlva ugye visszatérünk erre a témára. Egy baja van a csőd. Tehát ez egy ilyen túlélési stratégia. Igen, én ezt értem, hát ezt megírtuk hónapokkal ezelőtt, hogy gyakorlatilag üres a padlás, tehát nincs miből osztani, nincs miből még elvenni se, tehát ha a rendőr nem megy ki trafipaxolni, meg zsebre birkságolni, akkor gyakorlatilag a rendőrség nem működik, tehát a rendőrségnek a bevételét írd és mond, saját magának kell előállítani. Lehet, hogy a tűzoltóság is abból fog élni, hogy fölgyújt néhány házat, és utána majd az eloltásából kér a lakóktól, hogy megmentették a javakat, valami visszacsorgatás. Nem tudom, mert gyakorlatilag tényleg ott tartunk, nem ott, ahol a görögök, hanem mi korábban kezdtük ezt. Sokkal rosszabb a helyzet az országban, csak ezt nem merik bemondani. Még tavaly ősszel egy Svájcból kapott hír alapján, a svájci bankárok véleménye alapján az eurónak az árfolyamát, ami nálunk ugye mesterségesen 260 forint volt akkortájban, azt mondták, hogy 540 forintból jön ki egy euró tavaly ősszel. És ugye amikor barátom rákérdezett, hogy meséld már el akkor, hogy van ez, hogy mégis nálunk csak ennyi, azt mondja, figyelj, a fennmaradó az ki van pótolva. Most a svájci bankárok már levették a kezüket a magyar valutáról is, illetve nem vették le, hanem azokat a bankokat fölvásárolták a nagyobb háttérbankok. Gyakorlatilag az történik, hogy egy ilyen pénzmonopól helyzet alakul ki. Az Európai Uniónak a globális bedöntése, centralizációja zajlik a világban, aminek ugye a részesei vagyunk. De nem erre akartam kitérni, hanem arra, hogy mennyire lényeges kérdéseket vitatunk meg, és erről ugye a magyar média, idézelve a magyar média hallgat. Ugye létrehoztuk a Magyarok Felelős Nemzeti Kormányát, és azt tartjuk hivatásunknak, hogy arra állunk készen, hogyha itt bedől a nem csak az ország, hanem a kormányzat is. Az azt jelenti, hogyha mondjuk a Kövér Lacit vasvillával hajkurász a Sziget-Szent Miklós népe, mert nincs mit enni, és nem tudja Kövér Laci megmagyarázni, hogy hát igen, nekem volna egy pár milliárdom, tudod, offshore cég is, egyebek ugye le van szépen zsírozva, mert mindenkinek tele van ám már minden padlás, csak hát ugye ebből a nép nem nagyon részesülhet, és nem tudja megmagyarázni majd a 8 általánost végzett Mónika Show szereplőjelöltnek. Az érdekes, ugye, hogy is mondták ezt régen, ugye az átkosba, az ominózus átkosba, ugye, hogy a konyak az egy olyan ital, amit a magyar nép választott képviselői útján fogyaszt. Tényleg, emlékszem rá. Emlékszel? Emlékszem rá, igen. Körülbelül ott tartunk most jelen pillanatban. Mondom, a formáció létrejött, és az egyik tagunknak sikerült össze
idézőjelben össze barátkozni egy nagykövettel, amerikai nagykövettel, elmesélte neki, hogy ugye ott a MFNK honlapján kint van, hogy Hágába tettünk följelentést, miszerint ugye nincsen érvénybe lévő alkotmányunk, illetve van alkotmányunk, csak azt ugye fölfüggesztették, és ami most van, az nem az, és a Hágába történő följelentés az gyakorlatilag azt taglalja, és azt bizonyítja, hogy ergo nincsen hatályos jogrend szerint működő sem választható, tehát ebben a jogrendben választható, és ennek a jogrendnek megfelelően választható kormány se. Tehát illegitim, gyakorlatilag illegitimen működik már minimum 20 éve, de ha azt megelőző időszakot veszük, akkor gyakorlatilag 49 óta illegitim döntések sorozatának a gyümölcsét, rohadt gyümölcsét fogyasztjuk most. Az amerikai nagykövet, ki valószínűleg kicsit moszados vagy CIA, és néha ez a kettő, ez gyakran egy és ugyanaz. Ezt tudjuk a 911-es a VTC centrumoknak, vagy a palotának ugye a ledöntése óta, hogy ott a CIA és a Mossad dolgozott közre, tehát ők oldották meg, nem a terrorista repülők, hanem ők voltak a terroristák. Végighallgatta, utána visszahívta egy beszélgetésre, és mondta, hogy hát sajnos az a baj, hogy igaz, ellenőriztük a paramétereket, nem tudunk mit csinálni, mert most látjuk, hogy minden egyes szerződésünk, amit úgymond a magyar kormánnyal kötöttünk, az illegitim, tehát nem legális. Hogyha most itt egy magyar kormány állna, egy magyar-magyar kormány, nagybetűs magyar kormány állna föl, amelyet adott esetben egy nemzetgyűléssel szavaztatnán, vagy nemzetgyűléssel tennének hivatalba. Nem véletlenül mondja Orbán Viktor most, hogy az mostani parlament az már egy alkotmányozó nemzetgyűlés szerinte. Igen, azzá szeretné, mert érzi, hogy nagyon... Igen, az alkotmány is megvan egyébként a véleménye, mert azt mondta, hogy nem tiszteli, ezt ő mondta, de betartja. Igen, nyilván megvan a véleménye, mert megmondták neki, hogy legyen véleménye. Tehát ez nem a saját kútfejéből. Adagokba jönnek, ugye Simon Perezék jól eltervezték, hogy minek kell még megvalósulni ahhoz, hogy gyakorlatilag Magyarországot elfoglalják. Az amerikai nagykövetnek a konklúziója, amikor végigbeszélték, hogy igen, igen, zsidó betelepülés, igen, Magyarországon legalább 4 millió zsidónak kell lenni, igen, népességcsere program, igen, a magyarokat kiirtják, igen, háborús övezet, mert atomfegyver tárolására alkalmas helyek vannak az országban. Igen, valószínű, hogy ebbe atomfegyver van. Igen, körülbelül 10 000 hadrafogható, illetve teljesen felszerelt izraeli katona van az országban. Ezt ő mind készpénznek fogadta el, tehát amerikai nagykövetről beszélünk, amerikai nagykövet. Azt mondja, igen, sajnos igaz, most mi is tudunk róla, ellenőriztük az adatokat, hát ugye megvan hozzá a tehetsége nyilvánvaló, és az volt a kérdés, ez volt az egy kérdés, hogy jó, oké, de most mit csináljunk? És megint ugye a 18-as karikát hagyd tegyük ki, de hát ez egy ilyen műsor, szó szerint így hangzott el, és akkor volt egy nagy erős ilyen fejbiccentés, hogy ezt kell tenni. Válasz az volt, hogy vissza kell a szart lapátolni a tehénbe, és ezt kis magyarázatot hagyj fűzzek hozzá. Ugye van a fekáliának egy fajta tulajdonsága, mégpedig eléggé szagos. Az a baj ezzel a fekáliával, hogy kicsi a hely, és bárhova tesszük, mindenhol szaglik. Egyedül a tehénben nem szaglik, ahonnan ugye kipotyogott. Na most az van, hogy Magyarországon akkora már ennek a halma, akkora nagy a baj, hogy ezt már hiába tologatják. Tehát azt mondja, hogy nem tudomásul venni már nem lehet. Az összes titkosszolgálat tudja, hogy miről van szó. Ficóék tudják, hogy nem a magyarokkal vitatkoznak Ficóék. Nincs magyar, akivel vitatkozna. Ő lehet, hogy a magyarra leülne, és azt mondja, Isten hozott magyar nacionalista, akkor tudod, akkor szívből beszél, megérted, hogy miről beszélek. Hát én is fajvédő vagyok, te is fajvédő, de nem lát magyar nacionalistát, akivel beszél, az mint zsidó, de nem mondhatja azt neki, hogy zsidó, mert akkor kiderül, hogy Brüsszelben ülőknek a háromnegyede megint csak zsidó. Tehát ha ő elkezdene zsidózni, úgy, ahogy mi itt szabadon, még amíg megtehetjük, még nincs szájkosár törvény, bár dolgoznak rajta,
még kimondjuk az igazat, ő nem mondhatja ki, mert ő diplomata. Amint mi a három csapásból mindjárt másodikat fogjuk kapni. Nem tudom, hogy mi volt az, de lehet, hogy egyet vissza is kéne adni, mert ugye, hogyha valaki szívesen ad, akkor én az vagyok, tehát én adakozó kedvemben vagyok. Ficó is szívesen adna. Tehát, hogy nem tudom, hogy érti a néző, de értse meg, hogy nem a magyarokkal van baja adott esetben, az én véleményem szerint Ficónak sem. Csak nem mondhatja ki, hogy magyarok, hát érjetek már észre, hát ti már nem magyarok vagytok. Ha zsidók lesztek, akkor itt háború lesz, mert én nem akarom, hogy a nekem odaadott terület, tehát amire most én vagyok büszke, hogy az az én országom, az egy az egybe zsidó terület legyen, és erre utalt Feldmayer, hogy a zsidó, miután ugye felszámolták Izraelt, akár egy atomháborúban megsemmisítették Izraelt, erről majd lehet, hogy külön beszélhetünk, ez megér egy nagy vagy egy nagy külpolitikai kitekintést. A betelepülő zsidó létre akarja hozni a történelmi Nagy Magyarország területén az ő saját államát. És ebben már benne van a Feldvidék, benne van Erdély, Erdélyt is ugyanúgy vásárolják föl, mint ahogy Magyarországot fölvásárolták. Ha ezt nyíltan kimeri mondani, vagy kimondaná valamelyik szomszédos ország, akármilyen kormánya, ahol ugyanúgy ott ülnek a zsidók, ezt is hozzáteszem. Tehát ahogy most miért ment ki Orbán Viktor egyből Lengyelországba, biztosan értesült róla a néző, hogy Lengyelországban az egész kormányt úgy, ahogy van, lefejezték. Csak egy repülő kellett hozzá, és utána sok-sok ilyen kényes kérdés merült föl, hogy egy kormánygépnek a főrobbantásával, vagy balesetével, vagy balesetének átszázott főrobbantásával, ezen még nagyon gondolkozhatnak ugye a szakértők. Hozzáteszem, én úgy tudom, hogy az a gép az nem baleset áldozata lett, bár azt mondják, hogy a pilóták tévedtek. Hát előbb-utóbb ezeket a dolgokat szalonképessé kell. Hát majd 100 év múlva kiderül, hogy ez valójában ugyanúgy volt, mint a John Fitzgerald Kennedy-nek a gyilkossága, hogy nem is az volt, és nem is onnan lőtték, és mindenki benne volt nyakig. Majd lehet, hogy legenda lesz belőle, tehát nem véletlenül szaladt ki oda megkérdezni Kaczynski itt ikertestvérét, ugye, aki életben maradt, meg ugye a többieket, hogy figyelj, meséljétek már el, hogy most mi van, most kivel vagytok, hogy már jöttek az oroszok már, vagy ez még zsidó ország, tehát hogy nem tudja, hogy hova legyen, mert azt érzi, hogy Izrael nagy bajban van. A világ is egyre inkább nagyobb bajban lesz. Mondtál egy fél mondatot, jöttek az oroszok. Mit is jelenthet ez? Mi az, hogy jöttek az oroszok? Hogy érzed ezt? Csak a tegnapi hírekből hagy csemegézzek. Tegnap előtti hírekből lehozta magyar, nem tudom, valamelyik hírportál, Magyar Nemzet Online-tán, hogy megindultak az orosz flotta egységei megindultak Korea felé. Érdekes, eddig mindig az amerikai egységek megindulásáról beszéltek, hogyha ugye a világcsendőrségének a szerepét be kellett tölteni. Most az oroszok indultak oda, hogy lecsitítsák a mesterségesen szított ugye ellentétet. Ehhez azt tenném hozzá, hogy ugye ott volt egy megtorpedózott dél-koreai hajó, amelyről vitatkoznak, hogy az észak-koreaiak voltak-e vagy nem. Nyilván a dél-koreaiaknak azt adták be, illetve azt szeretnék tudni, hogy az észak-koreaiak voltak, mert akkor háborús okot lehet keríteni. Nem csak Irán lehet tűzfészek, tehát a Közel-Kelet, hanem ugye a koreai félsziget is lehet tűzfészek, és ott van rögtön fölötte Afganisztán is, mint már készen levő tűzfészek, és ott van közvetlen mellette Irak is, ugye amerikai, a nagy amerikai bázissal. Ha az ember ezt jobban körbenézi ezt a területet, gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy ott egy háborús, robbanási, pattanásig feszült helyzet van, ami már a fél világot magában foglalja, mert ebben a régióban ott van a Bundeswehr, ott van a Magyar Honvédségnek a használható fele, mert ugye itthon nincs, tehát nem látta magátokon dolgozni egy darab katonát, se bár azt állítólag volt kettő, de lehet, hogy csak annak volt öltözve, és nem is beszél magyarul, mert helyettük van itt más, aki viszont nem biztos, hogy beszél magyarul, de magyarnak van öltözve. A koreai helyzethez mentek az oroszok menteni. Én nyomon követem a keleti sajtót, ami ott megjelenik, abból az derül ki, hogy a mai hírek szerint bemondják, hogy az orosz titkosszolgálat, ugye az FSB, az gyakorlatilag szerződést kötve egyesült az ukrán titkosszolgálattal. Ez annyit jelent, hogy itt vannak a határon,
és nem kicsit vannak itt a határon, és azt is elmondom a nézőnek, hogy miért. Ha volt katona, akkor tudhatja, hogy nem jó a szomszédságban egy olyan ellenséges nációt tudni, akinek atom fegyvere van, vagy tömegpusztító fegyvere van, és nem barátkozni jött. Tehát ahogy Magyarországhoz nem kopogtat be, hogy kedves magyarok, befogadnátok-e bennünket, adnátok-e kenyeret, meg adnátok-e lehetőséget dolgozni, meg nem kérdezi meg, csak jön, és ami kell neki, azt elveszi. Na most ilyen szomszéd nagy valószínűség szerint, feltételezem, hogy nem kell az orosznak. Erre több bizonyíték is van. Tavaly decemberben Putyinék kijelentették, hogy ha és amennyiben az érdekeiket a határaikon kívül sértik, ez volt az új orosz katonai doktrína, így nevezik, akkor ha más megoldás nincs, akkor atomcsapást is hajlandó mérni arra a területre, ahol neki érdeksérelme van. Ez a megnyugtatott mindenkit, ugye a legutolsó hír az viszont az, hogy ugye sokáig hezitáltak, Ukrajna nem lép be a NATO-ba. Ezt deklarálták. Igen, viszont azt mondja, hogy belép az Európai Unióba, és Putyin és Medvegyev annyit tárgyalt csak az elmúlt 3 hónapban, hogy erről ugye megint nem tudnak, a magyar sajtó nem hoz semmit róla, én meg ugye mi vagy beszélek oroszul, meg még olvasni is tudok oroszul, és elég az internet ezért jól, és elolvasom a napi híreket, én föltételezem, hogy nem is látott 3 hónap alatt a családját, mert gyakorlatilag körbe rohanták a félvilágot, leszerződtek mindenkivel, Kínával, Indiával, Pakisztánt, Indiát kibékítették 2 perc alatt, ugye a kibékíthetetlen ellentéteket így létrehozták. Japán megmozdult, Japán megpróbált beállni ugye az Ázsiai Unióba, és ki akarta rugni onnan az Okinaváról az amerikai egységeket, amik ott táboroznak. Gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy Dél-Amerikát, Afrikát, Ázsiát, Közel-Keletet, Közel és Távol Keletet, így egy az egybe az orosz szerződésekkel magáénak tudta. Putyinék azon dolgoztak, és az az eredménye most, hogy létrehozta gyakorlatilag, írd és mondd, ahogy én látom az adatokból, illetve a hírekből, mindenkivel alá van írva mindenféle szerződés, létrehozták a akkori nagy Szovjetuniót, csak most nem Szovjetuniónak nevezik. A régi kisköztársaságok, ez a kisköztársaságot értse az ember úgy, hogy mondjuk egy Grúzia, nem tudom hányszor, Grúziában hányszor félne Magyarország mostani területe, de létrehozták a Vámuniós szerződést, gyakorlatilag mondhatnám az, hogy teljes mértékben. Szerződések egymáshoz játszolták. Igen, egymáshoz játszolták, és ebbe a körbe beletartozik nagy valószínűség szerint már a közép-európai országoknak egy része is. Magyarország kilóg a sorból, mert Magyarországon nincs kivel beszélni, és az a probléma, hogy Orbán decemberben, mikor kiment úgymond majd szerződést kötni, és majd itt hú, milyen nagy gazdasági föllendülés, mert a világnak a félszeme az keletre tekint. Tehát a kínai piacot figyeli, azt figyeli, mi történik ott, mert ugye a nyugati piac nem az döglődik. Nem csak figyeljük, mert itt vannak, ugye, hát akár mihez nyúlunk, akármit vásárolunk. Ugye, ha uniós terméket rendelünk, az is át van címkézve, lásd, metró, mozgó lépcső. Tajvan. Tehát Made in China, Made in Tajvan. Gyakorlatilag az van, hogy Kína lett a gazdasági nagyhatalom, Kína is ugye, de Kína meg az oroszoktól, illetve Iránból kapja a nyersanyagát, tehát a gázolajat onnan és a gázt onnan szerzi be. Nyersanyag nélkül pedig nem lehet termelni. Tehát ezek gazdasági és politikai egységet képeznek már nagyon hamar, tehát gyakorlatilag írdés mond 3-4 hónap alatt összekalapálták azt az egységet, amit most Obamáig próbáltak összeszedni, ő is keres kutat valami segítség után, szövetségesek után, nincs szövetséges, és azért is nincsen valószínűleg, mert ugye az Európai Uniót tönkre akarták tenni, teljesen tudatosan, tehát arról is egyre többet beszélnek, hogy nem véletlen volt ez a gazdasági világválság, ez egy előre eltervezett válság volt, amit a keletiekkel, köszönjük szépen, tök jó vannak, tehát ők túlélték, sőt Kína csak az első negyedében a GDP-nek 11,5%-kal tudott növelni, a Nyugat-Európából kínai családok települnek vissza Kínába most, mert azt mondják, hogy hát sokkal jobb ott üzletelni jelen pillanatban, mint bárhol máshol Európában, ugye Spanyolország csőcélén, Olaszország csőcélén, Portugália csőcélén, Görögországról már teljesen tudunk, arról is tudunk, hogy Magyarország, románoknál most legalább nem tudom hányszor 10 000-es sztrájk van, tehát ott a közszolgák sztrájkolnak, még bennük van kurázsi, bennünk már az sincsen,
Mondhatnám azt, hogy Izlandról már ugye tudunk, nem csak vulkánjuk van, de ők már csődbe vannak. Anglia teljesen le van padlózva, tehát az angol száz zsidók megbuktak egy az egybe, ott ilyen napi 3 milliárdos veszteséggel tudnak zárni, ahogy én tudom. Tehát csak egy látszat van. A franciák már kijelentették, milyen franciákról beszélek? Sárközi. Az ugye igen, aki leveszi a csadort, az már francia. Igen, az, mint ahogy egy magyar cigány zsidó kimegy Franciaországba, lehet Franciaországnak a miniszterelnöke is, ennyit a francia nacionalizmusról, kijelenti azt, hogy ha nem úgy lesz, ahogy ők szeretnék, akkor kilépnek az eurózónából. Merkel is nagyon hezitál, hogy most hova álljon. Tehát érzik, hogy hatalmas nagy baj van a világban. A Észak-Európáról meg nem is beszélek, hát gyakorlatilag mondhatnám, a skandináv országok, azok egy az egybe beálltak, illetve leszerződtek Putyinék, hát ott fúrják az olajat közösen. Míg az Obama egy olajfúrás kapcsán igen-igen csúfosan ugye mellé fúrt, lehet, hogy segítettek egy kicsit neki, hogy menjen mellé az a fúrdancs, és most egyébbel is el van foglalva. Ennek ugye egy a lényege, hogy a világgazdaság az nagyon megremegett. Amerikának akkora adóssága van csak Kína felé, amit a életben nem tud soha törleszteni, soha nem tud törleszteni, körbetartozások vannak, és ezért kellett volna egy világháborút indítani, ez benne volt a terv, hogy van egy gazdasági válság, a gazdasági válságot majd követi egy háború, a háborút követi majd az, hogy olyan problémákkal jönnek elő, lásd klímaváltozás, lásd környezeti problémák, ami azt hiteti el, azt mondatja majd az embereknek, és tehát mi akarjuk majd megszavazni, hogy legyen egy világkormány. Tehát mi szeretnénk azt, hogy legyen egy Big Brother, aki bekameráz bennünket, megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, hol aludjunk, mennyit aludjunk, dolgozzunk-e, vagy ne dolgozzunk, és gyakorlatilag ennek az álcája mögöttük meg tudják csinálni azt a kétpólusú, vagy akár egypólusú, ha létezne ilyen, világhatalmat, amire már a Trianon előttről, ugye visszaemlékszünk, összeesküvések kezdtek szólni. Most érett volna be a gyümölcs ennek a 150, 200, 300, nem tudom, hogy hol kezdték ezt végig gondolni annak idejében Cionék, hogy mikor kell ennek kicsúcsosodni, de úgy néz ki, hogy most vagyunk a csúcspontjában, és miért említettem az oroszokat? Mert úgy néz ki, hogy ebbe benne volt annak idején a Szovjetunió. Tehát Gorbacsov titkos társaság tagja volt, tehát ő volt a nagy liberátor, hogy szedje szét a Szovjetuniót. Most derülnek ki adatok, nem csak a Katyini erdőben történt mészárlásról, ahol a végén nem arról van szó, nehogy azt gondolja mindenki, hogy a szovjetek jöttek és mindenkit lekaszaboltak. Ott valószínű az adatok majd, amit valamikor vagy nyilvánosságra hoznak, vagy csak a titkosszolgálatok egymás között megbeszélik, hogy miről nem fogunk beszélni, de ha te nem beszélsz az én galátságomról, akkor én ezt cserébe nem beszélek. Nézd, a tiédről. Most már megint. Ez így szokott lenni, de a papírok, amiről én tudok, azok arról fognak beszélni, hogy a hitleri Németország, ugye Lengyelországot lerohanva, gyakorlatilag ellenállás nélkül tudott előre haladni, mert a zsidó tisztek és a zsidó elitje Lengyelországnak, akiknek ugye ugyanúgy voltak zsidósítva, mint annak idején a magyarok, azok menekültek el és hagyták cserbe a nem zsidó beosztottakat, a nem zsidó intézményeket, és hagyd ne ragozzam. És annak idején ugye Sztálinék, aki szintén egy, ha jól tudom, askenázi szálon futott, állt bosszút az egyik zsidó, tehát a szovjet zsidó állt bosszút, vagy semmisítette meg a lengyelországi zsidó. Tehát amiről szólt valójában a második világháború, ez a hogyan semmisítsük meg, vagy áldozzuk föl, vagy helyezzük át innen oda, és hozzuk létre Izraelt, és tüntessük el a zsidókat innen, és jelenítsük meg ott, ez gyakorlatilag ennek az egyik szegmense volt a Katyini mészárlás. Na most ezek az adatok kezdenek ugye a napvilágra jönni, és kiderül az, hogy a Putyinék, az nem a szovjetet képviselik. Tehát Putyin az erős nacionalista Oroszországot képviseli. Nem akar zsidó hatalmat, ahogy én ezt érzékelem, nem akar zsidó hatalmat, és nem akarja, hogy az eddigi amerikai csendőrszerep, ami zajlott a világban, működhessék. És ebbe a képbe nem fér bele az, hogy közvetlen közelében egy atomnagyhatalom, és ezért firtatják a izraeli atomarzenálnak a nagyságát, amiről Izrael nem akar hivatalosan nyilatkozni, de arról beszélnek, hogy 250-300 körül lehet az atomtölteteinek a száma, ugyanannyi, mint Angliának.
hozzáteszem. És nem akar róla beszélni, nem akar a Szatháromhoz csatlakozni, nem akarja se bevallani, és nem akar oda nemzetközi delegációt se fogadni, aki ellenőrzi. Viszont ennek a látszata alatt akarja Iránt megtámadni, akinek elvileg gyakorlatilag nincsen atomfegyvere, már tudva levőleg, viszont ő csak Uránt akarna dúsítani, hogy esetleg Majdanában valamikor legyen. Tehát ha az ember ezeket a képeket kezdi összerakni, akkor rájön arra, hogy ami Magyarországon zajlik jelen pillanatban, egy Orbán Viktor, vagy egy Bajdai Gordon, vagy akárkinek a neve adva alatt fémjelzett kormányzat alatt, az gyakorlatilag csak a púder, az a látszat, mert ami mögötte van, az a tartalom, az egy szörnyű népirtás, nem véletlenül nevezték annak idején ugye a nemzeti retorikában is magyarokat már, hogy nem akarunk új Palesztína lenni, mert ahogy Palesztínába a zsidók eljártak és eljárnak a mai napig, lásd Gáza és segélyszállítmány, úgy az a sorsvár a magyarországi cigányságra, ezt már kezdik egyre többen, egyre több értelmes cigány vajda is akár fölfogni, hogy őket fölhasználták a zsidók erre a nemzeti, nem is tudom, kisajátított területi, politikai logika kicsavarására és egy ilyen magyar cigány nemzeti ellentét szításával akartak itt egy olyan kázus belli teremteni, amely kapcsán akár hadászatilag is Európai Uniós hadsereg. Ez az oszd meg és uralkodj, ugye tipikus esete, ez azóta se változott. De nagyon érdekes dolgok ezek, ugye beszéltünk a Szlotáról, a kettős állampolgárságról, és milyen érdekes, ugye, hogyha egy picit visszatekintünk rá, ugye, hogy a németek annak idején megadták az osztrákoknak a német állampolgárságot, Hitler nevezetesen, ugye, és Szlota Orbánt is Hitlernek nevezi, ugye, a kettős állampolgárságnak a megszavazása miatt. Ugye, erről mi a vélemény? Nem tudom, hogy Szlota olvasott-e Drábikot, de Drábik egyik föltáró interjújában Hitler családfáját elemezve egy Rothschild ágra bukkant, és a végén kiderült, hogy kiválasztott, tehát ő is ki lett választva erre a funkcióra, neki lett volna az a feladata, amit egyébként nagyjából sikeresen is hajtott végre, vagy hajtattak végre vele. Tehát ezért, inkább így, hogy hajtattak végre. Igen, ezért szoktam egy kicsit úgy vakarózni, mikor itt ugye jönnek erre, hogy náci, meg fasiszta, meg mondom, hogy gyerekek, nem tudjátok, hogy a politikát csinálják. Tehát nem úgy szokott ez történni, ez a legritkább eset, hogy a nép egyszerű fia öntudatára ébredve fölemelkedik, és közben, mikor emelkedik, közben öten tartják. Tehát csak a tartó kezeket nem látod ott, hogy hát igen, nézd már meg, hogy ki volt az apja, ki volt az anyja, miből lett az, amiből lett. És ezért szoktam szorgalmazni, hogy a magyar közéletbe, a továbbiakban is, ha itt rendszerváltás lesz, ezt ugye visszamenőleg már nem tudjuk megcsinálni, rendszerváltás lesz, ne lehessen közszereplő se, hogy aki legalább 3 íziglen nem tudja visszavezetni a családfáját, illetve nem lett leellenőrizve családfaügyileg a névváltoztatás kapcsán, a zsidó származása kapcsán és egyéb kapcsán, hogy hova is van valójában bekötve. Az-e az, akinek mondja magát? Tehát amikor ugye a kis Hitlernek nevezi Orbánt, akkor tudva lévő, hogy azt a titkosszolgálatok súgták meg neki, mert Orbánt a saját csapata is kis Hitlernek nevezi. Mert gyakorlatilag azzal a karakterisztikával és retorikával bír, és valószínűleg annak idején Soros Gyuri bácsi, mikor a hóna alá vette, és kivitte Cambridge-be tanulni, és aztán fölkészítették erre a szerepre, hogy majd egyszer ő lesz itt idézőjelbe a király. Fontosan. Fölkészítették. És nem biztos, hogy nem olyan tankönyvből készítették föl, amely annak idején, amely annak idején esetleg Hitlernek is tankönyve volt, hogy hogyan kell ezt a dolgot csinálni, hogyan kell beszélni a néphez, hogyan kell a reklám pszichológiáját megcsinálni annak, hogy a nép nemzetvezetőnek tekintse azt, aki egyébként alapvetően vezetett ember. Tehát Szlota nem hiszem, hogy annyira tájékozatlan lenne, hogy ezekkel az alapkérdésekkel nincsen tisztában. Ahogyan az Orbán Viktornak megmondja az ő titkosszolgálat, és ezért volt lényeg, hogy rögtön a nemzetbiztonsági hivatalt le is fejezzék, tehát azt mondja, hogy már nemzetbiztonsági hivatal megiszi. Magyarországnak minek? Nincs magyar nemzet, de kvázi nem kell magyar nemzetbiztonság. Ezért ugye átnevezték a alkotmányvédelmi hivatalnak, pedig nincs is alkotmányunk, akkor mit kell védeni? Majd azt, amit majd meg fognak szavazni?
Tehát olyan érdeke, ha ez emberek elkezdenek gondolkodni ebben a körben, és mindig keresi az okokat, de miért, és megkérdezi még egyszer, de miért, akkor rájön arra, hogy Szlota nem véletlenül visít. Én attól jobban aggódnék, hogy a románok nem visítanak Trianontól, nem visítanak a határrevízió félelem, nem visít. Vagy az van, hogy beálltak a sorba, tehát ugyan ők már tudják, hogy nekik le kell feküdni Netanyahunak, illetve annak a csapatnak, mert kilóra meg vannak véve, ahogy a mi politikusaink, ugye idézőben mi politikusaink meg vannak véve, úgy valószínűleg a románok is meg vannak véve. Most még mindig elég sok politikusunk van az országházban. Elég sok. Túl sok. Honatjánk. Úgyhogy most már megvan az, hogy kisebb parlament. Meg lesz. Na de, ugye most azért bekerültek olyan pártok is, akik nem biztos, hogy nem látnák át a dolgokat. Nevesítsük mondjuk. Ott bekerült a Jobbik. Elég jó százalékkal. Mi a véleményed? Ők vajon tudják ezt a retorikát, ezt a menetet, vagy... Nyilván, aki olvassa az oldalom, azt tudja, hogy eléggé kritikus vagyok a mindenkivel szemben, magammal szemben is, és hogyha kiderül az, hogy rossz úton járok, akkor mindig várom a korrekciót, hogy igen, akkor mondd meg, hogy te mit tudsz, tehát hogy te úgy tudod-e. Egy jobbikos volt képviselőjelölt, aki nem került be, viszont nagyon értelmes és jó ideje tartjuk a kapcsolatot. Jött el hozzám nem olyan túl régen, és beszélgettünk, és mondtam neki, hogy a zsidó kabalisztika szerint legalább 66%-a a parlamentnek ugye kettős állampolgárságú izraelita kell legyen. Tehát ez a minimum, hogy így legyen. És azt mondta, hogy hát az a baj, hogy sokkal rosszabb az arányszám, mert ők is megvizsgálják, ugye megvan a Jobbiknak a belső ellenzéke, hál' Istennek gondolkodó emberek vannak, csak a gondolkodás csapdája az, hogy nem tudnak cselekedni, mert hivatalos párttá váltak. Eddig azt hitték, hogy majd ha párttá válnak, akkor csinálnak valamit, most meg látják, hogy párttá váltunk, de most már nem tudunk mit csinálni, mert most ha borítom a bilit, akkor kirúgnak. Nem tudom elmondani az embereknek, hogy ne haragudjatok, mellé nyúltunk. Na mindegy, a statisztika ehhez volt, hogy a 47 bekerülőből talán 4 nem héber származású, tehát nem vezethető le héber ágon a története. Mindig az, de ebben nincs politika. Amikor vakaróznak itt, hogy faji kérdés vagy nem faji kérdés, igen, emberek, minden faji kérdés. Fajok harca, fajok kiválasztódás és fajok eltűnése történik a világban. Gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy most, amiről idáig beszéltünk, hogy a cigány cigánynak kell nevezni. Igen, mert ez egy külön rassz. Megvan az előnye, megvan a hátránya. Ha illeszkedik, és a mértékegysége is megvan. Tehát azt tudjuk, hogy mit tudom én, a só a levesben megadja az alapízt. Ha túl sok, akkor ehetetlen. Ha túl kevés, akkor sótlannak, mondjuk így, ahogy van. Tehát mindennek megvan a megfelelő minőség és mennyiségi összetevője ahhoz, hogy ez kerek egész legyen és működjön. Sajnos most már, nem sajnos, hál' Istennek a úgynevezett jobbikosok, akik tudhatnák, hogy mi az ábra. Még mielőtt bekerültek volna a parlamentbe, már levették felpújították a nemzeti retorikát, már szóba se lehetett hozni az, hogy itt ilyen izraeli érdekek, zsidó, már így kimondva, hogy zsidóról van szó, hozzáteszem, hogy nem én neveztem el őket, tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy de miért zsidózol, nevezzük akárhogyan, én nem tudom megnevezni, ha engem magyarnak nevezik, hogy ez a magyar fiú itt és itt ezt csinálja, és a magyarok ilyenek és ilyenek, én ezt nem veszem sértésnek, én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, én úgy tudom Jehova tanúitól, hogy a zsidók is nagyon büszkék arra, hogy zsidók lehetnek. Ez így természetes, és a Biblia, egy egészséges nacionalizmusnak az illéte. És a Biblia is erről szól, mert hát ugye ők írták, de nem ez a lényege a dolognak, hanem az, hogy elvileg van egy nemzeti pártunk. Ez a nemzeti párt most már önbevallottan is, és egyre többen vallják ezt, azok is, akiknek nincs hangja, de hozzám azért eljutnak ezek a halksuttogások is, hogy rájöttek arra, hogy odabenn a parlamentben nem tudnak, még ha akarnának, se tudnának mit csinálni. Bejön az a verzió, amit annak idején az egyik jobbikos vezető, aki most bent ül a parlamentben, azt mondta, hogy ezeknek a fiatal kölköknek a 80%-a még mielőtt átlépné a küszöböt, előtte megveszik kilóra. Tehát most azt se tudják, akik bent vannak, hogy eszik vagy isszák, hogy hova kapkodjanak.
Én egy biztos, ha meg lenne egy mikrofon a kezembe, és kapnék 5 percet, és nem nyomnák ki a mikrofont, akkor arról kezdeném el faggatgatni a gyerekek, hogy álltok a zsidó betelepítéssel. Hány katonája van itt az izraeli haderőnek, mert hogy itt van, milyen eszközökkel, melyik határon felé egyenre állítottátok már a fegyverszállítást, vagy csak Bécs felől jöhetnek. És ezeket a kérdéseket kezdeném el firtatni, hogy miért nincs magyar honvédség, miért van az, hogy 360 fölött csak a tábornokaink száma, közkatonáink az gyakorlatilag mondhatnám, hogy így oszlik meg 24 ezer fő magyar honvédség. Minden egyes tisztre jut egy szerződéses állományú és egy közalkalmazott. Egy gyakorlatilag hatalmas vissza. Én ilyeneket kérdeznék, és nyilván nem kapnék rá választ, vagy utána nem kéne, hogy kérdezzek, mert a frakció vezető gyorsan azt mondaná, hogy de ilyeneket nem kérdezhetsz. Én annak idején beszéltem a Molnár Oszkárral, még amikor fideszes korszakában, és én kérdeztem tőle, hogy Oszkár, hogyha tudod, hogy zsidó betelepítés van, tudod, hogy a cigány kérdés az milyen összetett, és hogy mesterségesen szítják, és ártanak maguknak, és a te miért nem állsz föl, és miért nem mondod el ezt a mikrofonba? És az volt az Oszinak nagyon becsületes válasza, hogy te figyelj, Imre, ezek már nem engednek engem szóhoz jutni. Tehát én ott maximum kiabálhatok, de majd látják rajtam, hogy te nem engednek. Tehát nem úgy van, hogy az ember föláll, megragadja a mikrofont és belekiabálja ugye a média előtt, mert akkor vagy az van, hogy rögtön azt mondják, hogy ez elmebeteg, tehát hülye, kényszerzubony. Tehát címkézik, és gyakorlatilag kiutálják maguk közül, és el lehetetlenítik, ilyen olyan küldik úgy. Küldik az elmegyógyintézetbe, már hogyha lenne hova, mert ugye felszámolták. Tehát rásütik, hogy pszichológiailag instabil, és egyébként is paranoid, skizofrén. Igaz, hogy igaza van, mert mindig kiderül a végén, mert amit Molnár Oszkár elmondott, azt most már hivatalos sajtóorgánumok hozzák le, hogy igen, vannak olyan cigányok, akik ártanak maguknak, és erről már a cigányok is beszélnek. Pontosan, csak hát milyen purpar lélek belőle, ugye holott ez a valóságot tartalmaz. Ez a népnek szól. Igen, ugye elindult a fölállt az új parlament, ugye megvan a kétharmados többsége Orbánéknak. Ugye megállapodási kényszer gyakorlatilag senkivel nincs, csak ahogy ők belátják a dolgokat, úgy tárgyalhatnak. Indult, ugye, és mi hangzott el az országházban? A székely himnusz. Szép volt. Hogy érezted, amikor meghallottad? Megmondom őszintén, hogy számítottál arra, hogy egyáltalán ilyenre sor kerülhet? Én azt hallottam, hogy mondták, hogy elhangzott. Én nem vagyok hajlandó már elvi okok miatt mérgezni az agyam semmivel, ami ott történik. Ugyanis tudom, hogy ott semmi nem történik. Tehát énekelhetnek székely himnuszt, attól még nem lesznek nemzetiek. Kitűzhetik az Árpád-sávost, attól még nem lesznek nemzetiek, és történjen bármi, attól még a lényeg nem a parlamentben dől el. Éppen ma hoztam le a postaimre.com oldalon, hogy a parlamentet fölmérték, a parlament épületét fölmérték, hogy ez az országháznak nevezik, az országház épületét fölmérték, mert gyakorlatilag mindent eladtunk már, tehát minden zálogban van. Igen, hát IMF. Erről mi már beszéltünk, hogy a Szent Koronán is zálog. Így van. Most ezt egy magyar embernek a gyomra, ha beveszi, akkor az nem biztos, hogy magyar. Akkor mondok még egyet, mert ugye az arról volt szó, hogy egy dolgot nem zálogosítottunk még, ez még kimaradt a szerződésekből, illetve nem egyet, hanem sokat. Azokat a történelmi emlékműveket, illetve történelmi jelentőséggel bíró épületeket, kastélyokat, múzeumokat, nemzeti kincseinket, építményeket. Ne felejtsd a szavazat közben, kötelességem felhívni kedves televízió nézőket, hogy amennyiben kérdésük van, és hozzánk szeretnék intézni, illetve Posta Imréhez szeretettel várjuk, bármiről nyitottak vagyunk, jöjjenek önök is, ha van BERSZ, legyen. Biztos, Parancsol. Hogy van MERSZ. Tehát éppen most hozták le, hogy az országházát fölmérve laikus csapat 160 milliárd, ha jól emlékszem, ez volt a végösszeg. Arról van szó, hogy a múltkor beszéltünk a Szent Koronáról, mint eszmei érték, ugye nem is lehet elvileg elzálogosítani, mert nincs értéke, anyagi értéke, de már ez történik, hogy lopják be a köztudatba. Megint mai hír, tehát ez volt az országház, hogy fölmérték pénzben.
Megint mai hír, hogyha minden igaz, akkor újra akarják nevezni a rakpartnak a budai meg a pesti rakpartot is, és olyan történelmi ősökkel, akik természetesen zsidó származásúak, ugye van egy pár olyan nevünk, aki köthető a zsidósághoz, és akkor itt jön be az a történelmi vonal, hogy mi már itt voltunk, a még mi előtti itt se voltatok. Tehát legyártják a saját történelmüket, és mire a zsidó betelepítés megtörténik, addigra a magyarok úgy fognak föltűnni, mintha zsidók lennének. És így tanítják az iskolában is a gyerekeknek már. Erre szoktatják, mondhatnám azt, hogy így mondják ezt az állatvilágban, hogy kondicionálják az embereket arra, hogy ne legyenek idegen, hogyha jön egy Salamon Berkovics, kanadai zsidó traubiszódás, és elmondja, hogy mit tudom én, egyik község, tasközség, régi, 1200 évvel ezelőtt már zsidók lakta település volt, és nekik joguk, jussuk és történelmi múltjuk van itt az országban, tehát ők jogosan jönnek vissza, erről beszél Fellmeyer is, csak ugye a második világháborút, illetve a holokausztot próbálta belekeverni, hogy ők gyakorlatilag hazatérnek. Tehát ami most történik, ezért nevezik új honfoglalásnak, mert ők csak visszaveszik a jussukat. Nem tudom, hogy ez így érthető. Hát ez így elég világos. Tehát gyakorlatilag akkor látjuk a jövőt. Tehát arról már beszéltünk. Látjuk. Magyar, biztos, hogy látjuk. Látjuk a szomorú víziót, ugye, hogy mi az, ami gyakorlatilag akár be is következhet. Magyar honvédség. Tehát látjuk azt, hogy micsoda káosz van. Mi vesz bennünket körül? Akarunk valamit, és nincs magyar honvédség. Hogy engedhetjük ezt meg magunknak? Tehát itt a magyar polgár, a lakosság, hogy hajtja álomra a fejét? Hát ki a fene fog bennünket megvédeni, ha nem tudjuk saját magunkat? Magyar polgár nyugodtan alszik, mert nem is tudja, hogy nincs honvédség, és nem is tudja, hogy kellene, hogy legyen. Tehát azt se tudja, hogy bajban van, most már sejti, csak nem tudja, hogy honnan kapja majd az áldást. Tehát amerre néz, mindenhol baj van, és hozzá is szokik. Tehát ha ő is bajban van, akkor annyira nem tűnik föl, hogy én is bajban vagyok. A magyar honvédség mellett az, hogy nincsen, ez csak egy dolog. A másik dolog az, hogy magyar rendőrség sincsen. Magyar rendőr vezető ismerősöm mondta, hogy egészen biztosak benne, hogy 2 nap alatt az itt lévő őrzővédő KFT-k fegyverrel, emberrel, személyzettel úgy leszerelnék a mostani rendőröket, mint a húzat. És félnek is tőle, tehát a rendőrök félnek. Nem az állampolgárnak kell félni, a rendőrök rettegnek attól, hogy elveszítik a munkájukat. Látják, hogy mi van, és azt mondja, hogy ha elkövet valami bakit, és kirúgják, akkor helyette már egy héber származású rendőr jön, mert meg kell nézni a szóvivőket, hogy milyen szóvivőket mutogatnak a rendőrök a rendőrségi hírekkel kapcsolatban. Magyarul beszélő, gyakorlatilag mindegyik azt a fizimiskát, azt a kalibert, azt a név kategóriát képviselő ember, erre ugye külön szeme van már az embernek, hogy ki tudja válogatni azt a fajtát, azt a turáni típusú embertípust, aki elvileg itt az alapot kellene, hogy képviselje, és azt a fajtát, akinek hosszúkás nudli feje van, akkora óra, hogy bele lehet parkolni repülővel, aztán a fülállása is olyan, és egyébként a habitusa, bigyet, ajka, és hagyd ne mondjam már, hogy nézegesse az ember, Tel Avivi tévét nyugodtan nézegetheti, és föl tudja állítani a prototípusokat, és meg fog döbbenni rajta, hogy ezt látja a szappanoperákban, magyar szappanoperáknak a sorozataiban, ezeket az arcberendezkedéseket, és ezt a fajta politikai elittet is ugyanezeket az arcokat látja ott megjelenni. Az előbb ránéztél a képernyőre, repülőgép. Tehát magyar honvédség egyelőre nincs, érzésed szerint lesz. Érzik ennek a szükségességét, az igényét, mert így gyakorlatilag puskalövés nélkül el lehet foglalni az országot, ezt így folytatjuk. Magyarország leszereltetése azért volt szükségszerű, hogy ne védjük meg magunkat, ahogy ugye beszéltünk Trianonról. Hát ezt mindig előírták nekünk, ugye, hogy nem fegyverkezhetünk, honvédség leszerelése, ez lehet, az lehet, és darabszámilag meg lehet határozva, amit csak mi tartottunk be, senki más. Ahogy annak idején ezt megtették velünk, úgy tették meg most is, hogy ne legyen, aki képes lesz ellenállni egy zsidó inváziónak. A laktanyákat, ugye azt hinné valaki, hogy hát Imre paranoiás,
Én kapom ám a jelzéseket, tehát gárdisták, olyan magyar jelzületű emberek, akik olvassák a honlapot, és összeállt nekik a kép, teszik naponta a jelzést, hogy hol látnak csapatmozgásokat, melyik laktanyát ki foglalta éppen el, kivette meg, milyen vállalkozó. Így gyakorlatilag a zsidók fölvásárolták a laktanyákat, olyan mozgás van, olyan helyeken, ahol eddig nem nagyon volt mozgás, olyan katonai mozgásokat és bázisokat kezdtek el reanimálni, amelyek eddig nem működtek. Itt a normális ember, én ugye 10 évig katona voltam, tehát nagyjából nekem tehát nem... tudod, hogy miről beszélsz, mert én tudom, hogy miről beszélek, és tudom, hogy mit kell keresni, milyen helyeken mit kell keresni. Én pontosan tudom, hogy Magyarország egy olyan helyzetben van, hogy itt a zsidó arra készül, hogyha kell, katonailag védje meg azokat, akik már itt vannak. Erre csak egy okot vagy indokot kell keresni. Ezért szeretnék, ha itt mindenkire ráfoghatnák az antiszemita bélyeget, mert hogyha itt a zsidókat elkezdenék bántani, akkor megmutathatná magát, akár a Magyar Honvédség, aki nem is magyar, mert itt vannak már, van, aki már évek óta itt van, és tanulja a magyar. Tehát amit Molnár Oszkár elmondott, az nem csak Tel Avivra vonatkozik, hogy ott tanulja a zsidó a magyar. Magyarországon is tanulja a magyart, képzik ki őket, és magyar az egyenruhája. Tehát ez ugye, aki nem akarja elképzelni, hogy hogy vívják ezt a meccset, sunyi, alattomos módon vívják ezt a háborút. De van jó hírem. Úgy néz ki, hogy nem csak a zsidó ugrott rá az országra, mert ahogy említettem ezt a Magyarország elfoglalását, és azt, hogy gyakorlatilag itt nagyon kényes geostratégiai helyzetben vagyunk a Kárpát-medencében. Nem feltétlenül csak az izraeli érdekkörnek képviseljük mi a frontját. Van egy másik front is. Nem véletlenül említettem a keleti blokkot, mert... De hát az oroszokkal nem vagyunk most túl jóban. Az, hogy Orbán Viktor nincsen túl jóban, az teljesen világos, mert Orbán Viktor nem lett meghívva még arra az Európai Uniós egyeztető tárgyalásra se, ami egyébként 3 napja volt kint, oda valahogy medvegyevelé nem járult. Nyilván, amit elmondtam, valószínűleg én ezt tételezem föl, ezt az okot, az oroszok mostanában nincsenek jobban a zsidókkal, tehát az Izraellel. Valahogy úgy néz ki, hogy nagyon fáj nekik az is, hogy a török békeszállítmányt ugye megtámadták a zsidók, és hanyadika van ma? Mindegy, 8-ánra ígérte meg Medvegyev, hogy kimegy, és Erdogán miniszterelnökkel Törökországban újra egyeztet sok-sok kérdésben. És azért tudnunk kell, amikor azt mondtam, hogy 3. világháború küszöbön áll, akkor szeretném közölni a nézőkkel, hogy csak tudja, hogy talpig vasban áll a világ, tehát itt van az indító gombon van az ujjamos mag katonáknak, tehát föl vannak készülve arra, hogy megvívjanak egy háborút. Ahogy Észak-Korea Dél-Koreával adott esetben, most megy a békéltetés, mert a végén kiderül, hogy egy izraeli tengeralattjáróról lőtték ki a dél-koreai hajót, és ráfogták aztán az Észak-Koreát. Ez könnyen előfordul. És azért érdekes a dolog, mert közben kilőttek egy amerikai atomtenger alatt járót is, és arról nem nagyon lehet tudni semmit. Ugyanaz az izraeli hajó kilőtte a dél-koreai hajót, és kilőtte az amerikai tenger alatt járót, és ráfogták aztán Észak-Koreát, akinek ugye köze nem volt, a hajója nem volt a környéken se, és háborús okot akartak erre, vagy indokot akartak erre generálni, ahogy Izrael akart háborús indokot az atom... Tehát itt bármikor bármi kipattanhat egy koncepciós perútján, amire már volt példa a történelemben. Igen, csak a történelemben egy dologra nem volt példa. Az, hogy működik az internet, és működnek a honlapok. És van, hál' Istennek vannak olyan gondolkodó emberek, akik nem félnek kimondani, még a tévedés látszatát is vállalva. Tehát lehet, hogy tévedek, lehet, hogy rosszul látom a helyzet, lehet, hogy rosszul értékelem, rosszul rakjuk össze Trianon kérdését, Ficó kérdését, rosszul ismertük meg Orbán Viktor, Bajnai Gordont, és ez mind csak a mi agymenésünk, ezt el lehet képzelni. Egy a baj, hogy egyre többen ébrednek rá, hogy ez nem így van. És amit vissza tudok jelezni, hogy az amerikai nagykövetre utaltam, ez nekem egy pozitív visszajelzés, visszajött, hogy igen, minden igaz, ami ott van, igen, így működik. Tehát van egy látható világ, ez a kamu világ, amivel etetnek bennünket, és van egy való világ, amelyből semmit nem tudunk, hogy a médián keresztül szűrik meg azt a hírt, és amit el akarnak mondani, még annak a felét is leveszik, tehát még az sem igaz.
A teljes igazság, a teljes valóság, az felszabadít egyben, viszont rettegéssel is tölt el, ugyanis Magyarország is a háború kellős közepében van. Ugyan betelepülési célpont vagyunk, befogadó állomás vagyunk, erről törvényt hoztak tavaly novemberben a holokauszt törvénnyel egyetemben, meghozták azt a törvényt, hogy Magyarország befogadó állam lett. Hivatalosan befogadó állam lett. Magyarországon hivatalosan 12 NATO bázis van kijelölve. 12, nem egy, nem kettő, 12 NATO logisztikai bázis van kijelölve. Magyarország katonai felvonulási terület. Erről nem tud a polgár semmit, mert azt mondja, hogy nem látja, viszont egyre több repülőgépet és helikoptert lát az égbolton. Hát sőt, olyat is láttunk, amiről azt se tudtuk, hogy került... Izraeli felderítőgépek? Hát pontosan, erre gondoltam, erről mit tudsz mondani? Nem ültem rajta, tehát... Igen, tehát innen mentesítve vagyok. A hivatal... Hogy kerültek ezek ide? Tudhattak-e róla... Milyen honvédség az? Ki engedélyezte ez? Innentől ők mindent tudnak. Elmondta az izraeli nagykövet, a Eliza bin Nun, hogy nem is kell ezt a magyaroknak tudni, és bevallotta a katonai vezérkarunk, már idézőjelben miénk, mert olyan katonai vezérkarunk van, olyan magyar honvédségünk van, ahová csak tavaly hivatalos látogatás, hogy nem hivatalosra mennyiszer, azt nem tudom, de hivatalos látogatás az izraeli haderőnek a főrabbija kétszer tudott eljönni. Tehát az izraeli haderő főrabbija kétszer látogatta körbe a magyar egységeket, hivatalos látogatáson, vagy nem hivatalosan, azt nem tudom. Bevallottan ezek a kénrepülőgépek, ezek elég gyakran járnak az országba. Valószínű nevébe benne van, kukoricát pattogtatni járnak erre, tehát nem kémkedni, mint ahogy a nevében megy egy kémrepülő, nem kémkedni jár, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy az internetje működik úgy, ahogy kell, a telefonja működik úgy, ahogy kell, és hogy biztonságban van, akkor jelzem, hogy téved, ugyanis az internet... Nincs titok innentől. Már semmi nincsen titok, és nem csak az izraeliek miatt, mert be van kötve az összes szolgáltató, tehát a magyarországi szolgáltatók azok hivatalosan jelentenek az összes titkos szolgálatnak, és mivel Magyarországon nincs magyar titkos szolgálat, ezért a magyar titkosszolgálatnak álcázott szolgálaton keresztül, aminek ugye most vegyük alapul, hogy a katonai hírszerzésnek a főnökét váltotta le egyből Orbán a mostani döntéseivel, tehát le van fejező vezérkari főnök hírszerzés. Nem mintha megérdemelték volna, mert egye meg a fene, tehát megérdemelték. Sőt, nem csak őket kell, az egész bagást úgy, ahogy van, le kell cserélni, csak akiket helyébe tett. Tehát egyik zsidót váltja a másik zsidó, hogy magyarosan fogalmazzak. Ez egyik kutya, másik kebb, kicserélte a saját embereire, az majd neki fog jelenteni. Tehát ez a moszados annak jelentett, de én abban nem bízok, abban a moszadosban, oda teszek egy másik moszadost, aki meg majd nekem fog jelenteni. Hogy mikor fog ez megváltozni? Akkor, amikor Magyarországon magyar kormány lesz. Az pedig mikor lesz? Reményeim szerint elég gyorsan, mert hogy itt ősznél tovább, tehát még nem, hogy két telet nem húzunk ki ilyet, hanem még egy telet, mint ami most volt, nagyon sokan nem húznak ki. Tehát itt az eláverezésre váró házak, ugye múltkor átbeszél, vagy beszélgettünk erről. Több százezer család, több milliós tételben várnak azok a lakások eláverezésre, a zsidó, pénzes zsidó megmentőkre, akik majd kifizetik helyette, és utána a bérleti díjat a zsidónak fog fizetni, ha nem kell neki a lakás, és akkor így szépen jönnek a megmentők, és majd ők kihúznak bennünket abból a gazdasági krízisből, amit ők idéztek elő. Amit a bankáraikon keresztül, ugye indirekt módon vagy direkt módon, de ők idéztek elő. Ez egy nagyon furmányos összeszövetség, vagy összeesküvés, amiben gyakorlatilag minden egyes elem illeszkedik. Tehát az én kockámon, vagy az én gömbömön már inkább így mondom, ugye fordul a kocka, és ez a kocka, ami fordul, ez tényleg fordult, ugyanis azok az információk, amiket most is elmondok, és ezek még ugye bizonyítékokkal alátámasztva, ezek most már közszájon forognak, tehát a nemzetközi vezetői szinten ugyanúgy beszélnek Pekingben, mint hogy Moszkvában, mint hogy Tel Avivban, ahogy New Yorkban, Londonban, hogy mi is a nagy terv, mi a titkos összeesküvés lényege. Na most innentől kezdve nincs titok. Viszont ugye, ha nincs titok, akkor nincs értelme a zsidóknak megtámadni Iránt, és ott egy atomháborút kirobbantani, hogy az utána megsemmisítsék Izraelt, ahol föláldozzák megint a holokauszt oltárán a csomó zsidót, aki valójában zsidó, tehát genetikailag is még van benne zsidó vér, hogy közben a nem zsidót, a kazáriait, illetve askenáziak mondják,
kitelepítsék, ugye a gazdagokat kitelepítsék, és Magyarországra jöjjenek Las Vegasos itt játszani többek között, és egyszer csak kitegyék a zászlót, hogy ez már nem Magyarország gyerekek, hanem ez új Izrael. Na most erről a tervről tud valószínűleg a Kaczynszkijékat azért tették el láb alól, így ahogy van kormányostól, mert nem akartak beállni a sorba. Tehát azt mondták, hogy figyelj, mi nem veletek akarunk szövetséget kötni, hanem inkább tisztázzuk az oroszokkal a helyzetet, mert az oroszok legalább nem akarnak bennünket kiirtani. Mert amikor itt volt, ők legalább elmentek. Itt voltak, jó volt ez az amaz, de legalább elmentek. Tehát változott már a helyzet. Tehát nem csak a zsidó játszik az országban, hanem úgy néz ki, hogy az orosz titkosszolgálat is keményen itt van, és egyre inkább itt van, és azok, ahogy én említettem, hogy nagyjából 10 000 főre teszik azokat a katonákat, izraeli katonákat, akik itt bármikor hadi anyaggal eszközzel, hogy dugig van az ország, tehát nagyon sok bázis van tele. Szóval gyakorlatilag kettős játszma a fejünk felett, de hol a NATO? Milyen színű NATO? Milyen NATO? Tehát a NATO az gyakorlatilag ott van, hogy le van fogva most jelen pillanatban. Van egy NATO, vagy NATO-nak mondott szerveződés, ami akkor sem lép ugye a zsidó ellen, amikor a NATO tagállamot, ami Törökország, ilyen direkt kalóztámadás éri, és a NATO hallgat. Diplomáciai egyeztetések folynak a háttérbe. A NATO, ha beindul a NATO gépezet, a NATO-nak a gerincét az Amerikai Egyesült Államok adja. Ad egy, ad kettő. Az egyik nagy hadereje Afganisztánban van lefogva, ott egy katlanban van, gyakorlatilag körbe vannak zárva, hogyha több kettőnél, akkor ott 40 000 embert halomra fognak gyilkolni. Tehát onnan élve, ha itt háború tör ki, Afganisztánból élve NATO katona és magyar katona és amerikai nem fog hazamenni. Irakban ugyanígy van, az iráni miniszterelnök idézőjelve megfenyegette, de hát csak visszaígért, hogyha megtámadja Izrael Iránt, akkor Irakban amerikai katona, most nem tudom, állítólag pakolnak kifelé, őszre haza kéne menni, de ott is vannak még vagy 30 000, élve onnan nem fognak elmenni. Már Erdogan miniszterelnök, ugye a török miniszterelnök megfenyegette Izraelt, hogyha ott tényleg valami balhét csinálnak, tehát háborús okot adnak, akkor ők még atomfegyvert se kell használni hozzá, de ők gyakorlatilag lefogják egész Izraelt úgy, ahogy van, a földét teszik egyenlővé. Tehát ezekről nem tud a tévénézni, a közvélemény, pedig ezek elérhető sajtóorgánumon leközölt, direkt vélemények. Tehát aki fönn van az interneten, az össze tudja ezeket olvasni. Gyakorlatilag világháborús üzengetések vannak már a világban. Legfrissebb hír az, vagy ami nem hír, hogy elindult a második békehajóhadtest a gázai övezetbe, ugye a palesztinoknak segít adni, és mikor eljöttem még otthonról, akkor úgy tudom, mert ezt hozta le az internet valamelyik portálja, hogy eltűnt, megszakadt az összeköttetés azzal a hajóval, amin azt hiszem, hogy az írek szállítottak egy külön szállítmányt Gázába, ahol Nobel békedíjas is volt, író is volt a hajón, és az ír miniszterelnök ígéretet tett itt Izraelnek, hogyha valami baja történik ennek a hajónak, meg ennek a szállítmánynak és a rajta lévő embereknek, akkor azt nem viszi el szárazon. Ezt Erdogan is megígérte a zsidóknak. Most ott tartunk jelen pillanatban, hogy Izrael veszíti el a szövetségeseit, Amerika kezd kihátrálni Izrael mögül, Izraelt kezdik beáldozni. Ennek viszont ne örüljünk, tehát megszűnik a terrorállam, Izrael. Előbb vagy utóbb, vagy így, vagy úgy. Legrosszabb esetben, amilyen elmebetegek, és ez a baj, hogy paranoid elmebetegek, mert mindenki antiszemita, aki az igazat kimondja, az rögtön antiszemita, ezeknek atomfegyverük van. Tehát ha amíg tudjuk pontosan, hogy kiszámíthatatlan módon sarokba szorítva, az egész világra veszélyesek. Így van, sarokba szorítva nem tudják lefegyverezni, addig mindenkire veszélyesek, önveszélyesek is. Tehát nem csak a magyarra, hanem a zsidó magára is veszélyt jelent. Itt minden zsidó veszélybe van, saját magától is. Hogyha ezt nem tudják rendezni ott abban a térségben, békés úton vagy békés módon, nem tudom, hogy mennyire lehet, hogy van ennek békés megoldása. Ennek ne nagyon örüljünk, mert bármiféleképpen a zsidó betelepítést Magyarországra folyamatosan eszközlik. Tehát itt naponta százával jönnek be, én kapom a híreket Ferihegyről is, tehát jönnek befelé a zsidó telepesek továbbiakban is. Tehát ha Izraelből menekülnie kell, mert veszélyben vannak, akkor Magyarországon van előkészítve a betelepülési bázisuk. Hát, ahogy néztem, Magyarországnak a létszáma az ugye stagnál,
ugye azt is tudjuk, hogy micsoda visszaesés volt, mert közel 8 millió gyereket gyilkoltak meg abortusz révén. Ugye és valamikor valakik meghatározták Magyarországnak a létszámát is, ezt 6 millió főbe. 4. Na azóta akkor csökkent. Már többet tudsz minden. Igen, volt egy 6 milliós létszám, ezt még annak idején Pufajkás Horn merte kiejteni a száján, viszont amikor az első IMF szerződéseket kezdték megkötni, akkor az IMF vezetőivel, aki szintén levértiszta, és olyan bűncselekmény nem gyanús, hanem az is, kimerte mondani, hogy 4 millió. Tehát én akkor hangzott egy ilyen 4 milliós magyar létszám. Na most összepakolja az ember, hogy 4 millió magyar, meg 4 millió zsidó, meg még esetleg most 1 millió 200 ezer cigány körül van az országban, de folyamatosan nő a számuk. Ezt összeteszi, akkor nagyjából ugye 10 millió, plusz ugye betelepülők és a többi. Csak TB kártyából úgy tudom, hogy 13 millió van forgalomban az országban most. Tehát most se tudjuk, hogy hányan vagyunk, mert annyi kettős, meg háromas állampolgár, meg világpolgár jön-megy az országba, hogy fogalmunk nincs róla. Tehát amikor megkérdezném mondjuk a Mazsihisznek az elnökét, Fellmayer urat, hogy árulja már el, kedves rabbi barátom, hogy hány zsidó van az országban, nem tudna válaszolni, ha igazat mondana. De ezt ne is tételezzük föl. Nem tudná megmondani, hogy mennyien vannak. Nem tudná. Egy biztos, hogy folyamatosan jönnek be, és ami még érdekes, hogy egyre többen jelezték vissza, hogy most én is kaptam ilyet, hogy most történik majd a újabb választás, a kisebbségi önkormányzati választás. És van, aki úgy meglepődve írt nekem vissza, hogy Imre, megkaptam a papírokat. De nem látom rajta, hogy zsidó. Tehát nincs rajta, hogy most zsidó, mint vallású, mert ugye az egy, ez majd eleve keveredésre, vagy zsidó, mint faj. Tehát nincs ilyen zsidó kisebbség, és fölvilágosítottam, hogy látszik, hogy nem vagy rendszeres olvasó, mert ott már többször lehoztuk ennek az okát is. Igen, a zsidóság Magyarországon elutasította, amikor föl lett neki kajánva a világ zsidó konferenciáta, hogy figyelj, legyetek kisebbség. Nem, Magyarországon a zsidó nem kisebbség. Magyarországon a zsidó akármikor lehet államalkotó nép, mert ők már akkor tudták évekkel ezelőtt, hogy előbb vagy utóbb ők lesznek a magyarok. Tehát ha valaki összeteszi így a dolgokat, hogy ő nem egy külön kisebbséget képező, annak a, ja, mit nem mondok, ha kisebbség lenne, külön tévéműsora kellene, hogy legyen a tévében. Így viszont nem kell külön tévéműsor, mert az összes műsor az övé lehet. Tehát nem tudom, hogy érti a kedves néző. A kedves néző biztos, hogy érti. Ugye, ahol a pénz van, ott gyakorlatilag minden van. Az diktál. Ahol a lélek van, ott van minden. Ahol a pénz van, ott van a fájdalom, ott a gyűlölet, a harag, és annak a pusztulása vége, mint ahogy most is ugye arról beszélünk, tehát a síra jó Isten, lehet, hogy segítenek neki, hozzáteszem, tehát a permetező repülőgépek azért járják az országot, és segítenek abban, hogy itt egyre több eső legyen. Hát nyilván Izraelben szárazság van, itt meg ugye nedvességnek kell lenni, őszre itt egy éjséglázadás nem jönne rosszul akármilyen kormánynak, mert akkor tényleg katonai erő bevetésére hivatkozva mondhatnák azt, hogy rendkívüli esemény van az országban, és ők már föladják, tehát ők már nem tudnak itt irányítani, és itt tényleg egy olyan erős katonai, direktbe a demokrácia látszatát is elfelejtve, direktbe egy diktatúrát tudnának bevezetni. Efelé szól a tendencia, az internetnek a szólásszabadságának is a csökkentés, amiről ugye törvényt akarnak hozni. Akkor ott van a Lázár-féle törvénycsomag, ami ugye betiltja a félelemkeltő ruházatnak a látszatát, a katonai kiképzést, már az önvédelmi sportokat is már lehet, hogy az is valaki rosszra gondol, már lehet, hogy azt is börtönbe kell csukni. De gyakorlatilag haladunk a orwelli új világrend felé, és ezt nyílt diktatúrával akarják. Pintér Sándort előkaparták, nem tudom, hogy honnan, a vénmafiát előkaparták, és vele riaszgatják, ijesztgetik most a rendőröket, aki még emlékszik rá, hogy Pintér, hát kettőt rosszat szólok, aztán elő se kerülök akármelyik kútból Kiskörös környékén, mert ott ugye olajos ügyekben nagyon sokan tűntek el. Ezzel riogatják most ugye az MSZP-seket, hogy majd jön Sanyi bácsi, aztán jön megint az Aranykéz utca, hogyha rosszat szólsz, akkor lehet, hogy dinamit lesz az autód alatt. A fene tudja, mert ugye az ő idejében ilyenek voltak, tehát ő ezt lerendezte.
Hát nem könnyű, ugye itt elsődlendő célként fogalmazták meg a közbiztonságnak a javítását, aminek már két héten belül látható jelei vannak, ugye be is rendelte ott a tábornokokat, és már ugye másnap reggel külön csapatok jelentek meg Bács-Kiskun és egyéb helyeken azért, hogy Borsod megyében, igen, Borsodban, hogy ugye demonstrálják, hogy itt mától más világban, ez megint nem kevés pénzbe fog kerülni Kirekett rendőrség van, ezt ugye tudjuk. Tehát ahogy megbeszéltük az elején, hogy zsebre kell, hogy dolgozzanak, mert egyébként nem élnek meg. Az, hogy a Pintérnek mit mondatnak el, vagy hogy egyáltalán Pintérről van szó, itt megint egy újabb gondolatsort szeretnék elővenni. Nem fog tetszeni a nézőknek, vagy lehet, hogy tetszeni fog, de figyeljék meg jó, hogy egyáltalán Pintérről van ez szó. Tehát aki úgy jobban ismeri, mert elég erős okon van föltételezni, hogy ez a Pintér nem az a Pintér, aki annak idején a Fidesz kormány mögött állt. Én már jó ideje köröztettem még mielőtt ugye a Orbán kormány listáján szerepelt volna, illetve megláttam, hogy szerepel is előhozták, tehát nem tudták, hogy őt hozzák-e miniszternek esetleg, vagy miniszterjelöltnek elő, vagy mégiscsak a Lázár legyen, tehát elbizonytalanodtak, és valószínűleg találtak egy hasonmást, akit betettek helyette. Nekem a bizonytalansága tűnt föl, a habitusa nem passzol ahhoz, ugye pszichológus észrevesz sok minden. Hát közben évek teltek el, igen, az ez előfordulhat. Az évek eltelnek, csak közben vannak MBH-s kapcsolataim is, és hát az MBH-sok elég pontosan tudják, hogy egy Pintért, aki nagyon hasonlít ahhoz, aki most itt trónon, és valószínűleg az volt az eredeti, az elég furcsa körülmények között, hogy úgy mondjam, elhalálozott időnek előtte. Nem véletlen, hogy tavaly volt az utolsó TV szereplése, éppen szeptember talán 11-én, nem tudom, én akkor láttam éppen a műsort, akkor volt az, hogy meg volt sértődő, mert nem nyerte meg a Trafipax tendert, azt, amit egyébként meg kellett volna, hogy nyerjen. Utána hosszú időre eltűnt a médiából, és gyakorlatilag én csak azt kaptam vissza olvasóimtól, hogy itt látták a félfülét, ott a balvállát megjelenni, aztán itt ebben a kastélyban van egy nagyon hozzá hasonló ember, csak egy a különbség, hogy ez nem iszik, és nem keveredik a többivel. Tehát valószínűleg akkor történt a fölkészítés, keresniük kellett egy hasonmást, és még mielőtt mindenki azt gondolja, Imrének elment az esze, ne lepődjön meg senki, mert hogy Ceaușescu-nak is volt, vagy két-három hasonmása. Jó pár vezetőről tudunk egyébként. És azt is tudjuk, hogy a többinek is. Na most, hogyha a Pintért előhozták, akkor nagyon bajban lehetnek ugye Fideszék, mert Pintér volt az a háttér, ugye a maffia összeköttetéseivel pénzes zsákként, aki mögött ugye ott volt a Boros, aki még miniszterelnökünk is volt, és Borosnak volt a strómanja, a rendőrök elmondása szerint, illetve a bizonyítékok alapján, a bizonyítékból már számtalan van, és hogy ez az embert, ha előhozták, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon félnek, mert hogy a Pintér kiesik mögülük, illetve kiderül, hogy hamis a baba, vagy kiderülne, hogy nincs már baba, akkor az van, hogy a kapcsolattartó emberük, aki a maffia körökkel ugye tartotta addig is, amikor ők kormányon voltak a szálakat, és ő adta a tippeket, meg vele lehetett megbeszélni sok mindent, meg ő volt a söprögető. Ha ez nem lenne, akkor az egész mutatvány úgy, ahogy van, ideje korán bedőlne. Hát bízzunk benne, hogy ez a Pintér, ez mégis az a Pintér lesz. Közben hoztak a kollégáim nekem valami anyagot. Azt mondja, van itt egy olyan cím, hogy lassan a tótoknál is jobban támadnak a cserablók. Nemzeti összetartozásról szóló magyar törvény semmibe veszi a trianoni szerződést, jelentette ki Václav Klaus cseh államfő. Fischer cseh miniszterelnök pénteken kiadott közös nyilatkozatukban. Hát ez nagyon érdekes, ugye, hát a cseheknél is ugye ez a Beneš dekrétum, ez azért nem akar lekerülni a térképről. Azt mondja, hogy Klaus már kettős állampolgárságot lehetővé tevő törvény kapcsán is bírálta Magyarországot, és a tót magyar vitába természetesen Pozsony oldalára állt. Na, még egy érdekes mondat. Azok a magyarországi viták és lépések, amelyeknek tanúi vagyunk, következményeikben hozzájárulhatnak a szélsőségek és szélsőség erősödését elősegítő környezet kialakulásához és a régi rivalizálások kiújulásához Európában.
csevezető nyilatkozta. Hát igen, az a kérdés ugye, hogy Szlovákia is megadja, és más államok is megadják állampolgáraiknak ugye a kettős állampolgárságot, nagyon sok szlovák él Kanadában is, és a világ különböző tájain. Ugye, és nagyon érdekes, hogy ezt csak a magyarokra fogják vonatkoztatni, hogy... Eddig erről beszéltünk, hogy igen, magyarokra pontosan. Szívesen vonatkoztatnák, csak nem magyarokról szól. Tehát ne legyen annyira naív egy most már tényleg olyan ember, aki végighallgatta ezt a másfél-két órás beszélgetést, hogy ne képzelje el, hogy egy cseh államfő, vagy egy szlovák államfő ne legyen teljesen képbe azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amit most elmondtam én is. Tehát ők nem abból, nem a újságból tájékozódnak, nem az újságírót kérdezik meg, hogy te mi a véleményed, hanem megkérdezik a titkosszolgálatot, hogy te figyelj, hogy áll a fölvásárlás. Van még országunk egyáltalán? Mert ha nincs országunk, akkor be kell vetni a nemzeti retorikát, tehát akkor valakire rá kell fogni, háborút kell szítani, háborúságot, mert ezt nagyon gyurcsányosan szólva, de elkúrtuk. Tehát nem vettük észre időben, hogy közben betülemkedett mellénk, mert a hadügyminiszterem is moszados lett, és izraeli érdeket képviselt, ez is, az is, és mire észrevettem volna, hogy valamit csinálnom kell, addigra rájövök, hogy gyakorlatilag nincsen mozgásterem. A cseheknek nincs? Igen, hadügyminiszter, hát gyakorlatilag nem is volt katona, ugye olyan is volt, nem is olyan régen. De nem is kellett neki, elég ha alkoholista. Oda az a jó, hogyha el tudja olvasni, ha éppen nincs annyira beszószozva, ugye magyar hadügyéről beszélünk. De pontosan. Hogy el tudja olvasni azt, amit leírtak. És akkor nem beszéltünk még a korrupciós botrányoktól kezdve. Csak minden, az van, ami... hát azért nincsen magyar honvédség többek között. Hát ez volt a lényege. Fertőzít a közéletet. Hozzáteszem már megint, hogy ugye mi változik a világban. A világban egy szemléletmód változik. Tehát ez elkezdődött. Az a fajta szemléletmód, amely eljuttatta idáig a nemzeteket, nem csak a magyar nemzetet, hanem a nemzeteket, ami tönkreteszi a görögöket. A görögöknek a legnagyobb kereskedelmi flottájuk volt. Nincs már nagyon mit szállítani gyakorlatilag, tehát nem tudnak a csődhelyzetből igazán jól kijönni, tehát az is zsidó kézben van. Tehát hiába görög a tulajdonos, de görög zsidóról van szó, tehát ugyanúgy Tel Avivba, ugyanúgy abba a bankár körbe van lekötelezve, fai, vallási, felekezve, ahogy csak akarja a néző megközelíteni a kérdést. Ezt a világban egy szemléletmód változás zajlik, rájöttek arra a világ értelmesebb vezetői, hogy vagy a tisztesség oltárára terelik vissza a kereskedelmet, ugye a kereskedelem mozgatja a világ kapcsolatát, vagy hogyha nem tudnak tisztességesen, mert zsidóval most már nem üzletelnek nagyon. Tehát van egy új szlogen a világkereskedelemben, hogy tisztességes ember, vagy úriember zsidóval nem köt üzletet. Ezt külföldi barátaim mondani, hogy most már ez az új szlogen a világban, tehát rekesztik kifelé, mert azt mondja, hiába kötök vele üzletet, írom alá a papírt, a szerződést, nem számít, mert ott vág át, ott a kisbetűs résznél, vagy ott úgy nem tartja be a szerződést, ahogy éppen akarja, és nincsen neki következmény. Tehát gyakorlatilag ezek a nagyon-nagyon apróbetűs részek, ugye, ami általában az ember nem figyel oda annyira, nem olvassa el. Ők már eleve úgy írják a szerződést, hogy ne járhasson jól az ember, tehát ahogy egy digitévével, vagy akárkivel leszerződik az ember, a végén úgy is megmagyarázza, tehát egy zsidóval özletet, erre jött rá a kínai, az orosz, az összes többi, hogy vagy az van, hogy leülünk egy asztalhoz, egymás szemébe nézünk, és ha azt beszéltük meg, hogy holnap 6 órakor itt és itt, ott leszel ezzel és ezzel az áruval, te meg hozod az ellenértékét, még nagyon papírt se kell írni róla, mert ugye az adóhatóság is tudjuk, hogy nagyjából miről szól, tehát a fenyítési eszköz, de úgy is leadózunk, mert hogyha van tisztesség benned, bennem, akkor ebből nem lehet más, csak az, hogy következő alkalommal is leülünk, következő alkalommal is leszerződünk, és kölcsönös előnyszerzés gyanánt működtetjük a rendszer tovább. Még egy nagyon-nagyon rövid kérdés. Civil mozgalmak mennyire erősek Magyarországon? Tudják-e a valós helyzetet? Tudják-e, hogy mi történik a világban? Nem nagyon ismerek civil mozgalmakat, szerveződéseket igen, akik megállnak pár tíz főnél. Most volt ugye egy majdnem pártá alakuló civil
szerveződés, aki nagyon sok embert megmozgatott, aztán mégse került be sehova, tehát egy LMP erősebb lett. A semmiből előretörő amerikai zsidók által pénzelt SDSS, most LMP-nek nevezett fiatal, majdnem, hogy 100%-ig zsidó párt. Azért mondom, hogy majdnem, hogy mellett, hogy a titkárnő nem az. Igen, lehet, hogy várom, nem. Új papír. Gyere nyugodtan. Nyugodtan, add oda, megnézzük. Durva? Azt mondja, botrány a Szent István bazilikában, Héber holokausztozással mocskolta be Feldmayer az emléknapot. Több jobbikos képviselő távozott. Erdő Péter, egy református lelkész után Feldmayer Péter szólalt fel a mai Szent István bazilikában az országgyűlés tagjai részére tartott ökumenikus istentiszteleten, aki héberül kezdte provokációját majd holokausztozott Trianon napján. Ebben nekem egy hír van. Igen. Hát megtanult héberül, már legalábbis elolvasni ezt a kezdetet. Erről beszéltünk eddig, hogy gyakorlatilag az van, hogy beteszi a lábát a zsidó, és ott mindenki menekül. Tehát bejön a katolikus keresztény, most már ő azt mondja, a judeokeresztény misére, a szertartást majd ő már eleve, hogy mit keres ott, de hogyha már ott keres valamit, akkor megszólal. Ha megszólal, annak az eredménye az lesz, hogy előhozza a holokausztot, ami ez most uram, bocsá, én betöltöttem a 40-et. Tudom, hogy apámnak se volt hozzá semmi köze, az apám apjának se volt hozzá, nekem sincsen semmi közöm, nekem egy közöm van, hogy amit ártottak idáig Trianonnal, a világháborúkkal, azt megelőző módon, tehát 48 és a többi, végigvívva a történelmet, ugye még egészen Szent István előtt is már megkezdődött ez az egész, ha ezt összeszámolnánk, akkor gyakorlatilag nincs pénz, anyagiakban nem mérhető, amilyen kártérítés kellene a zsidónak fizetni. Mindezért... És ők követelnek tőlünk a mai napig, MÁV-tól kezdve mindenkit perelnek. És a balhét is ők csinálják. Imre, itt az ominózus, tudom, hogy nem volt ominózus rendszerváltás, ugye, amit annak neveznek. Után szinte fölnőtt egy generáció, ugye, akik még nem éltek előtte, és ők már gyakorlatilag szavaztak. Hát magyarul eltelt egy kis idő, tehát elvettek azért az életünkből 20 évet. Hogy érzed, hogy látja az a mai generáció ezt a politikát, ezt a történelmet? Szóval megmozdulnak-e, akarják-e, hogy itt jobb legyen, hogy megmaradjunk itt örök időkre a Kárpát-medencébe, ugyanúgy, ahogy elődeink biztosították ezt számunkra? Tehát lehet-e olyan magyar alkotmány? Látod-e, hogy akarunk olyan magyar alkotmányt, mint ami volt, ami összetartotta ezt a nemzetet? És nem pedig egy ideiglenes, tákolt, úgynevezett alaptörvény, ami idáig is volt, és ami már nagyon-nagyon idejét múlt. Hogy kell-e nekünk, tehát ez lehet-e az előre? Tehát, hogy újra egyszerűvé válva lépjünk ki ebben nagyon az állapotban. Nagyon optimista vagyok ebben a kérdéskörben. Azért, mert azt látom, hogy egyre többen egyénileg jönnek rá arra, hogy itt nem a pártok oldják, mert nem tudnak megoldani a pártok semmit, sem a politika nem tud megoldani semmit, nincs is Magyarország, tehát ami nincs, az nem tud megoldani semmit. Ez látszik, hogy a díszletet adják ahhoz a bohóckodáshoz, amiről eddig beszéltünk. Ez a Feldmayer történés erről szól. Mégis optimista vagyok, mert én azt látom, hogy egyre több egyedi, önálló, gondolkodó, magyar, és nem csak magyar ember jön rá azokra a dolgokra, vagy segítséggel, vagy tényleg magától megnyílva a kíváncsiskodást, vagy kíváncsiságát kielégítve, keresi azokat az információkat, érteni akarja. Megmozdul benne valami, én ezt mondhatnám azt, hogy a Szentlélek elkezd dolgozni, tehát itt beindult, olyan erők indultak be, amitnek nem lehet ellenállni. Én magam nem tudok ellenállni neki, nem is akarok, tehát ezért viszem tovább, és azt mondom, hogy mert te is magyarnak lenni, mert úgy néz ki, hogy a magyar az a magyar kezéből
pattant ki az a szikra, és szaladt szét a világban már megint, mint információ, amely ébresztette föl azokat a nemzeteket, akik most visszairányulva, mint egy ugye bumeránk, hogy innen eldobtuk a bumerángot, most visszajön, és azt mondja, hogy itt nem lesz zsidó telep, itt nem a hazugság fog uralkodni, itt nem a gazemberség, a galátság, az eddig megismert, és azt gondolt, hogy nincs is más a világon, csak ez a kifacsarodott perverz, homoszexuális, embertelen, nem tudom, hogy mi maszlag, amit meg akarnak etetni, hogy ez nem működhet tovább. Fiatalok, olyan fiatalok, meg voltam lepve, most voltam egy ilyen összejövetelen, meghívtak előadóként, és fiatal, tizenéves fiú odajött, csillogó szemmel, én utána a feleségemnek azt mondtam, hogy te, mintha az igazmondó juhász nézett volna, csillogott a szeme, az értelemtől, a tisztaságtól, jó volt belenézni az arcába. Magyar fiú odajön, és olyan dolgokról beszélgetünk, amit én most így a 40 évemben azt mondom, hogy de jó, hogy tudom, és nekem kéne, hogy elmeséljék a 60 évesek azokat a dolgokat, amik én magamtól jövök rá, és olvas, és gondolkodik, és használja a fejét, és nem fél. Tehát a jó az egészben nem is az, hogy mert nagyon sokan már rájöttek. Ó, Imre, tudom, befejezi a mondatot, tudom, miről beszélsz, de hát kirúgnak az állásom, még van. Nyugi, holnap után már nem lesz. Tehát mitől félsz még? Meg fogsz halni? Igen, nem tudtad, hogy háború előtt állunk? Tehát én azért vagyok optimista, mert azt a háborút, hogy ez most a lelkek háborúja, a szellemek háborúja, az igazság háborúja, és hogy egy fizikai háború lesz-e, és milyen szintű lesz, ez csak ez a kérdés. Ha nagyon sokan ébrednek föl öntudatukra, és nem azt mondják, hogy van egy párt, és majd megoldja nekünk a LMP a gondunkat, vagy majd Vona Gábor oda mondja, mert tehát gyakorlatilag, hogy nem mindig a másiktól várjuk magukra, a problémák magukra, megoldását. Tehát magukra, most az árvíz, miért volt jó az árvíz? Nagyon sok olyan jelzést kaptam vissza, hogy nagyon sok ember bajba került, ugye falvakat árasztott el, edelény, védekeztek hősiesen, vesztettek, baj, nem baj, persze, aki ott van, én is iratnám mindenemet, hogyha vinné a víz, de ezt ugye nagyban kell nézni. Igen, az embereknek rá kell jönni, hogy mindenük oda lehet, egy pillanat alatt oda lehet. Vannak olyan helyek, ahol viszont kimentek, 300 kilométereket autóztak emberek, fölhívásnak elegettéve, nem az állam fizeti, az államot nem nagyon érdekelte, volt, hogy esetleg zsákot adott meg egy kis homokot, embereket nem terelt össze. Gárdisták, jobbikosok, magyar nemzeti érzelmiek, vagy csak egyszerű hétköznapi segíteni akaró emberek, mint amilyenek mindnyájan vagyunk. Oda mentek, és elkezdtek dolgozni, és a tulajdonos, aki az autó volt, a ház volt, a terület volt, az meg ott aludta álmát, és nézte az órát piszkálva, hogy mit csinálnak itt ezek a majmok. Voltak olyan emberek, tényleg ilyenkor bennem is elpattant valami, és mondtam is, mikor így hallottam ezeket a történeteket első kézből, te figyelj, miért nem verted a sziplapáttal úgy háton? Hát, hogyha magá azt ért volna, hogy nem azért vagyok itt, hogy téged megmentselek, hanem szólni, hogy magadat megmenthessed, mert nem fogja senki megoldani a te problémádat. Nem én nem oldom meg. Nem Orbán Viktor, nem a politika, meg abszolút nem fogja. Sőt, rátesz még három lapáttal, vedd tudomásul, hogy saját magad felelsz, saját magadért az igazságot, neked kell magadnak megtalálni, itt van le van téve, olvasd, hidd és éld. Ha nem éled, akkor neked teljesen mindegy, hogy itt most milyen rendszer van, melyik politikus az, aki ott ül benne a nagy fotelbe, tök mindegy. Ha hülye vagy, akkor az is mindegy, hogy te zsidó vagy cigány vagy magyar vagy, akkor van egy nagyobb ütőkártya, hogy te hülye vagy. Ha hülye vagy, akkor lehetsz akármilyen. Ezt a tendenciát látom én most azért ébredezni, hogy szétválnak, élesen szétválnak a frontvonalak. Azt mondja, hogy a nemzeti érzelem meg, ez csak segít benne. Igen, föltámad valami, hogy hoppá, magyar nemzeti, hoppá, ezer éves múlt, milyen? Hány ezer éves múlt? Menjünk vissza. 5, ugyan már, még egy kis, 10, 15, 30, 40 ezer? Miről beszélünk? Tehát 6 ezer éves zsidó időszámítás? Mi meg bizonyíthatóan 40 ezer? Tehát amikor az emberben megmozdul ez utána, már nem azt mondja, hogy magyar vagyok, ez természetes dolog, hanem azt kérdezi, hogy segíthetek? Szeretettel. Jó, akkor én hogy szeretlek téged, és itt a lényeg. Mindenki jön a szeretettel. Ezt hirdeti a Biblia is. Szeresd fele barátodat. Szeretlek. Hogy szeretett Jézus? Úgy, hogy kiprédikálta, hirdette az igét. Az ige mi?
az az igazság. Úgy szeretlek, hogy én megmondom neked az igazat. Zsidó vagy? A szemedbe mondom. Szemedbe olvasom, hogy én mit látok, mit érzek ezzel kapcsolatban. Mit kezdesz vele? Tehát megölsz azért, mert én elmondom az igazat, ami bennem igazságá vált, te nem akarod elfogadni az igazat, hogy ebből ölés lesz, vagy nem lesz ölés, most dől el. Mert most dől el az, hogy ki az, aki képes megtartani az igazat, nem csak fölismerni, megtartani, továbbvinni, és ki az, aki nem. Ez a nagy vízválasztó. Egyszer az is egy elemzés tárgyát képezheti, hogy gyakorlatilag milyen náció az, aki ilyen lelkületű, mint amit te is mondtál. Hát lassan a vége felé járunk. Hát Imre, én úgy érzem, hogy a kedves televízió nézők nevébe is köszi, hogy velünk voltál, és megosztottad a gondolatokat. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és reménykedek, hogy itt a lelkek háborúja lesz csak, és nem a fegyverek kerülnek elő, ugye, mert nekünk még az sincs. Tehát még saját magunkat se tudjuk megvédeni, ha bár mindenki ránk vigyáz. És nagyon bízok benne, hogy ezt a beszélgetést perek nélkül úszod meg. És köszi, hogy velünk voltál. Kedves nézőink, búcsúzik a téma, búcsúzik az LDR, kattintsanak ránk máskor is. Babos Szilárd voltam. Jó éjszakát és a viszontlátásra. Kösz még egyszer. Én is köszönöm, és jó éjszakát kívánok. Perek pedig lehetnek nyugodtan.